hát kész vagyunk, akkor ez egy kézjel azt akarta jelenteni. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk itt a Csillagász Podcastben. Engem Ordasi Andrásnak hívnak, a Csillagász brand menedzselgetője, és itt van velem. Barna Barnabás vagyok, szintén csillagász, és én felelek a csillagvizsgáló blogért immáron 4 éve. És azért hoztuk össze ennek a Csillagász Podcastnek a másik adását, mert az első adásunkra decemberben, ami amiféle kísérleti jellegű volt, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Kaptunk pár építő jellegű kritikát is, mondjuk a technikát illetően, de hát ez még egy olyan műsorformátum, ami keresi a maga formáját, keretét. Úgyhogy ezért is döntöttünk most ezúttal egy kicsit podcastesebb műsorforma mellett, amivel sajnos megfosztunk titeket a két csillagász sugárzó látványától, de azért igyekszünk valamiféle vizuális élményt biztosítani azoknak is, akik most élőben követik az adást a Facebook oldalunkon. Jó, és akkor én azt mondó vagyok, hogy vágjunk is bele, ott a következő bő egy órás műsorunkban nem feltétlenül időrendben, de azért többé-kevésbé logikai sorrendben fogunk végighaladni az első csillagászati vonatkozású, természetesen fizikai Nobel-díjazottól egészen a 2020-as év díjazottjaig, és közben pedig, ahogy múltkor is, számítunk a kérdéseitekre, bármikor, bármi nem világos, kíváncsiak vagytok valamire, írjátok meg kommentben, mi pedig igyekszünk rá válaszolni, amennyire tudásunktól telik. Mert azt azért szerintem le kell szögezni, hogy most is elég nagy fába vágtuk a fejszénket, már ha csak a tartalom mennyiségére gondolunk. Meg hát arra is gondoljunk, hogy ugye itt a csillagászati eredmények a csillagászat tudományának teljes spektrumából valósiak, tehát ennek megfelelően igen sok anyagot, tudásanyagot, információanyagot kellett földolgozni hozzá, hogy összeszedjük azt, hogy végül is a csillagászatnak milyen eredményeit ítélték meg Nobel-díjra valónak annak idején. És szerintem ezzel is kellene indítani a beszélgetést, hogy egy kicsit boncolgassuk azt, hogy mire is adnak Nobel-díjat, vagy mire nem adnak Nobel-díjat, illetve hogy miért is nincsen csillagászati Nobel-díj? Milyen Nobel-díjak vannak? Ugye csillagászok mindezidáig több mint tucatnyi témában fizikai Nobel-díjat kapták meg. Ennek az a folyamány, hogy ebbe a tudományterületbe, a kémiaiba, biológiaiba, közgazdaságiba, vagy béke Nobel-díjba, vagy nehezen beilleszthető a csillagászati kutatások. De azt is el kell mondani, hogy a 20. század első évtizedeiben még ez sem volt triviális. Volt jó néhány olyan kutató, aki egészen 1950-es évekig bőven-bőven megérdemelte volna egy fizikai Nobel-díjat, mégse kapta meg, pontosan azért, mert a megfigyelési, vagy pedig az elméleti asztrofizikai kutatási területen dolgozott. Így van, illetve azt is érdemes megfigyelni majd szerintem a mai kis összeállításból lévén, hogy nagyjából időrendben igyekeztünk haladni. Ebből majd nagyon szépen az is ki fog tűnni, hogy ugye a Nobel-díjat legfeljebb 3 felé osztják el, legalábbis a fizikai Nobel-díjat mindenképpen csak 3 felé osztják el, és ennek folyamányaként mostanában már egyre sűrűbb, sőt szerintem az a rendszeres, hogy mind a 3 pozíció kiosztása kerül, míg például a kezdetekben, mondjuk a 20. század első felében jellemzően ezt egy ember kapta meg. Mondhatni, maximalizálják a Nobel-díjasoknak a számát. De ez azért is van, mert a csúcs kutatások azok már nem egy-egy ember fejéből pattannak ki, hanem tipikusan akár több száz vagy több ezer ember közös több éven folyó munkájának a gyümölcse, és ilyenkor borzalmasan nehéz lett kiemelni azt, akár csak 3 embert, akik díjban részesülnek, és az összes többi pedig hát meg lesz nevezve nyilván majd a méltatásokban. Köszönetnyilvánításokban. Elmondhatja, hogy Nobel-díjasokkal dolgozott együtt, de szinte bizonyosan sose fog részesülni ebben a legmagasabb tudományos díjban. Ez számomra legalábbis érdekes volt, hogy a fizikai Nobel-díjat osztották ki a legtöbb évben. Az volt a legkevesebb szer elhanyagolva. Ugye voltak évek, például világháborúk idején, amikor egy kicsit átcsoportosították a különböző
összegeket a következő évben. Mondjuk úgy, hogy sok, sok év volt, amikor a béke Nobel-díjat azt nyugodtan el lehetett hanyagolni. Így van. Fizikai csak néhány maradt ki. De ahogy mondtam, csillagászati vonatkozású témákban csak az 50-es évek második felétől lehetett számítani. Mégis az első díjazottunk, itt akiket sorra fogunk venni ezen a mai listán, még a 20. század első felében került díjazásra, ő pedig nem más, mint Viktor Franz Hess, aki a kozmikus sugárzás felfedezésért részesült a fizikai Nobel-díjban. Mi is ez a kozmikus sugárzás? Azt fontos leszögezni, hogy itt kapásban a név nagyon megtévesztő. Ezek valójában nem sugárzás, nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a fényt, hanem ezek ténylegesen apró részecskék, nagy energiájú részecskék, amelyek a földi légkörben különböző hatásokat keltenek. De amikor Viktor Hess belevágott ebbe a korszakalkotó kísérletsorozatába, amiről mindjárt beszélni fogunk, még mindezt nem lehetett tudni. A kiindulási probléma az volt, hogy honnan is származik a levegő, például itt a földfelszínen a levegőnek a vezető képessége. Miért nem tökéletesen szigetelő a levegő közeg? Ugye erre alapvetően két elmélet létezett, de jóval jobban tartotta magát az az ötlet, hogy hát például a földfelszín alatt lévő radioaktív elemekből származik ez az ionizáló sugárzás, amiben van is ráció, viszont Viktor Hess pont azt mutatta ki, hogy kísérleti eredmények ennek ellent mondanak. Valahogy nagyjából 1 kilométeres magasságnál tűnt föl neki az, ugye, és akkor most szerintem lapozhatunk is, van egy nagyon hangulatos ábránk róla, hogy itt például szemléletes az, hogy az ember például léggömbös, ballonos kísérletekkel is Nobel-díjat szerezhet. Hát ő például arra gondolt, hogy fogja a berendezéseit, belepakolja egy ilyen szép kis léggömbbe, és ebben a léggömbben fölviszi egészen magasra a légkörben. És ugye azt próbálta tesztelni, hogy ahogy távolodik a Földtől, úgy majd nyilvánvalóan ez a sugárzás, idézőjel sugárzás, ez majd valamennyire gyengülni fog. És meglepetésére talán nagyjából olyan 1 kilométeres magasságban azt tapasztalta, hogy van egy minimuma a dolognak, és onnantól megint elkezd növekedni a sugárzás. Igen, pontosan, hogy ez úgy kell elképzelni, hogy ez az ionizáló sugárzás, ez nem volt hibás az korábbi feltételezés, hogy a Föld felszín alól is érkezik, radioaktív elemekből, de sokkal dominánsabb a világűrből származó komponense. Viktor Hess egészen 5,5 kilométeres magasságig detektált, kis saját fejlesztésű elektroszkópjával vizsgálta a levegő vezetőképességét, és ahogy ez a vezetőképesség egyre magasabb volt, arra lehetett következtetni, rejtélyes ionizáló sugárzás, nagy energiájú sugárzás is egyre erősebb. Ebből pedig már nem volt nehéz levonni azt a következtetést, hogy van a légkörön kívülről származik ez a sugárzás. De hogy mi is lehet ez a rejtélyes, és akkor már rátérhetünk magára a elnevezésre, a kozmikus eredetű sugárzás, az csak évtizedekkel később derült ki, és ez nagyban tematizálta is a modern asztrofizikát, illetve mondhatni azt is, hogy ez volt gyakorlatilag a részecske fizikának egy óriási mérföldköve és úttörő kutatása. És egyébként, hogyha egy picit utána gondolunk, meg utána olvasunk, akkor a 20. század első felében a Nobel-díjak java része az mind ilyen részecske fizikai, nem mind, de nagyon nagy százalékban ilyen részecske fizikai eredményekre utalt, illetve azokat díjazták leginkább. Nekem van egy ilyen koncepcióm is, hogy hát igazából nem állítom, hogy a nagyon nagy felfedezések történtek a 20. század első felében, de valahogy én úgy érzem, hogy talán a 60-as, 70-es években az űrcsillagászattal kezdett kinyílni annyira a szemünk az univerzumra, hogy ténylegesen a csillagászati eredmények azok ilyen grandiózus mértékben testet öltsenek. Itt, akik élőben követik itt velünk Facebookon az adást, azok most láthatnak itt bal oldalon egy ilyen fura krikszkrakszokkal tarkított táblát, ahogy a színes égboltról, északi égboltról alászál valami lavinaszerű. És itt nincs is tévedés, ez egy úgynevezett részecske kaszkának vagy részecske lavinának a vázlatos ábrázolása.
Ugye, hogy az előbb is fogalmaztam, itt nem sugárzásról beszélünk, hanem nagy energiájú részecskék érkeznek a világűrből. Ezek származhatnak a napunkból, kézenfekvő, hiszen a naprendszerben a legnagyobb energiájú folyamatok azok a csillagunkban zajlanak, vagy származhatnak akár a naprendszeren kívülről is, amelyek képesek legyőzni a napszél jelentette mágneses akadályt, és eljutnak akár a Föld légköréig is. Akárhonnan is származik egy ilyen nagy energiájú részecske, amikor ez eléri a Föld légkörét, akkor ott interakcióba lép a levegő molekuláival, egy tipikusan 100 kilométeres magasságot kell nagyjából elképzelni, és ott gyakorlatilag szétveti, alkotó elemére veti az ottani részecskéket. Ezek aztán hasonlóan nagy energiával indulnak meg lefelé, és szintén telibe találnak levegő molekulákat, és aztán el lehet képzelni, hogy ez szépen megsokszorozódik a Föld felszín felé haladva, ugyanaz energiák egyre csökkennek, a részecskék egyre lomhábbak lesznek, de még mindig nagy energiával éri el rengeteg töltött részecske a Föld felszínt. További különlegessége pedig ennek a folyamatnak, hogy nem molekulák keletkeznek ezekben a részecske ütközésekben, hanem olyan pionok, mezonok, pozitronok, amelyeket egyébként akkori kor technikai vívmányai mellett elő se lehetett állítani. Éppen ezért volt Victor Hess kutatása úttörő jelentőségű, ugyanis egy olyan folyamatot indított be a részecskefizikában, amely rengeteg-rengeteg további részecskefizikai felfedezéshez vezetett. Például 48-ban pont ezen részecskéknek a detektálása a kifejlesztett kőkamra kifejlesztése kapott Nobel-díjat. 49-ben japán kutató Yukawa eredményei, hogy kimutatta a mezonok létezését szintén ezen részecske lavinákból. 50-ben Powell, amerikai kutató, pionok felfedezésért kapta a Nobel-díjat. Mindezek gyakorlatilag Hess úttörő felfedezésének a következményei, hogy ki tudták használni ezen részecske záporokat részecske fizikai kutatásokra. Illetve nem szabad elfelejteni megemlíteni, hogy 36-ot írunk, ekkor már megosztva adták a Nobel-díjat, akkor Hess mellett kevésbé ismert név Carl David Anderson is ekkor kapta. Ő ugyan Hess-től néhány éve később végezte a kutatásait, ő a pozitron és a műon kutatásáért és felfedezéséért, kimutatásáért kapta megosztva a Nobel-díjat. Tehát ahogy egy, mondhatni, ahogy egy űrből érkező kozmikus részecske elindít egy részecske kaszkádot a légkörben, ugyanúgy indított el egy Nobel-díj lavinát Hess felfedezése egészen az 50-es évekig. Hát én nagyon remélem egyébként, hogy valami egészen hasonló lavinát élünk meg a csillagászati Nobel-díjak kapcsán és a jelen időnkben, de ne ugorjunk ennyire előre. Annyiban szerintem azonban előre ugorhatunk, hogy rátérhetünk a következő kivesézendő Nobel-díjra. Elég nagyobb ugrunk az időben. Hogyha egyetértesz. Abszolút. Ugyanis igen, közel 4 évtizeddel később, hogyha pedig magukat a felfedezések időpontjait nézzük, ugye Hess még 1911-12-ben végezte a ballonos kísérleteit, még ezek a rádió csillagászatért Nobel-díjat kapott Sir Martin Rayleigh, Anthony Hewish. A megfejtéseket a kommentek között várjuk a helyes kiejtésre, nem ez lesz az első, ahol megbicsaklik a kiejtésünk. Szóval Anthony Hewish a munkásságát főleg a 60-as években végezte. Igen, és ugye érdemes, én itt szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy Sir Martin Rayleigh egy ténylegesen úttörő munkásságot tett le az asztalra, egy olyat, ami többször is vissza fog még köszönni itt a mai Nobel-díjasok kapcsán. Ez a bizonyos apertúra szintézis technika, amit a rádió csillagászatban használnak, ez az, amivel olyan szögfelbontások érhetők el, amivel ténylegesen az aprólékos részleteit láthatjuk bizonyos rádióforrásoknak. Olyan technikát alkotott, ami nem csak a csillagászatban, de egyébként mindenféle műszaki tudományokban is igen sok eredményt kecsegtet, például ilyen műholdas föld megfigyelés és társainál is lehet alkalmazni. És még ki tudja, hányat lehetne itt felsorolni, igazából én lehet, hogy bele sem mernék menni, hogy hány alkalmazása van. Ténylegesen ez egy grandiózus
munka, ami mögött áll, és abszolút megérdemelt volt ez a Nobel. Szerintem azért sem menjünk bele, mert ha bár kétségkívül Martin Ryle-nak a munkássága az úttörő jelentőségű volt, de viszont Hewish-nak, illetve az ő diákjának a története az viszont bizonyos szempont. Te azt mondod, hogy szaftos, én azt mondom, hogy érdekes, tudománytörténeti jelentőséggel is. Tudjál, aki még harmadikként itt szerepelhetne, az nem más, mint Jocelyn Bell, aki Hewish-nak volt a PhD hallgatója a 60-as évek közepén. Így van, neki voltak is ilyen idézetei, miszerint túlságosan korán sikerült egy relatíven nagy felfedezést tennie, és éppen ezért élete hátralevő részére igen magas elvárások övezték az útját, és elég sok mindent vártak volna tőle. Ennek mentén pedig igazából azért ebben valljuk be, hogy volt némi szerencse is, hiszen mégiscsak itt egy égítés felfedezésre van szó. És akkor rá is térhetünk arra, hogy hogyan is jönnek bele itt a címben szereplő kis zöld űrlények, mi is itt a teljes sztori a felfedezésnek. Nem tudom, hogy a következő dián van-e valami. Igen, ugye róla beszéltünk, Jocelyn Bellről. Ugye itt a képen láthatunk egy ilyen szép kompozit képet, tehát több különböző hullámhosszon készült felvételből lett összerakva, és így nagyjából bal közép fele ott a sárgás vidéken belül található egy ilyen bizonyos pulzár. Ezek a pulzárok ilyen nagyon jó kis kompakt objektumok. Tipikusan szupernova, ugye szupernova robbanások után maradnak vissza. Ezek nem mások, mint neutroncsillagok. Nagyjából legfeljebb néhány 10 kilométer átmérőjű kis gömböckék, amelyek csak és kizárólag neutronok alkotnak. Rendkívül exotikus, rendkívül extrém objektumok. A pulzároknak pedig abban különlegesek még ennek tetejében, hogy mágneses erővonalak mentén folyamatosan sugárzást bocsájtanak ki. Ez nagyon jól detektálható a rádiótartományban. Ugye itt az alsó kis képen is egész jól látszik, hogy a pólusai fele, ugye ez a mágneses tér egy ilyen elég gyors forgásból eredő mágneses tér, ami ugye a pólusai irányába egy jól detektálható sugárzást okoz, és az a sugárzás, amit megfigyeltek, az árulta el ezeknek az égitesteknek a jelenlétét. Ráadásul ugye lévén, hogy itt a forgásból következően például, hogyha most a precessziót próbálom... Itt egyszerűen csak arról van szó, leegyszerűsítve, hogy ha és amennyiben a forgástengely nem esik egybe, itt az kis ábrán is mutatott rózsaszínes tengellyel, amely irányba részecskéket lövel ki a pulzár, akkor ez a pulzár világító torony mintájára körbe-körbe kezdi el szórni a rádió tartományban kimutatható sugárzását. Ez pedig időről időre megjelenik nekünk, ha szerencsék vagyunk, beleállunk a látóirányba, amerre küldi ezeket a rádiójeleket, és ebben volt szerencséjük az említett kutatóknak, hogy ténylegesen pont arra irányították a tárcsát, amerről pont érkezett egy ilyen jel, és ennek az volt a szépsége, hogy ez ténylegesen óramű pontosságra érkezett mindig ugyanakkor. Na most ez az, amit elsőre nagyon sok mindenre lehetne vélni, és ebbe például beletartozott az is, hogy ne adj Isten, ez egy földönkívüli civilizációnak az első fogott üzenete. És ez most nem valami szenzációhajház túl magyarázása a dolgoknak, hanem amikor a képen látható hölgy, ugye Jocelyn Bell, először sikerült reprodukálni a méréseket, akkor már ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy nagyjából bő másodperces gyakorisággal felvillanó jelet, mint egy kis sörtét, hogyha az idő függvényében ábrázoljuk a rádiójel erősségét, másfél másodpercenként felvillan, ugye, mert másfél másodperc alatt fordult körbe a pulzár, ezt akkor még nem tudták, hogy ez mi lehet ez a sörte. Jocelyn Bell megmutatta a témavezetőjének, ugye Anthony Hewish, és Hewishnak legendák szerint az első reakciója az volt, hogy ez könnyen lehet, hogy ez mesterséges eredetű, és akkor még nem hangzott el a kis zöld emberkék, de később maga Jocelyn Bell fakadt kiállítólag, hogy ő csak egy PhD-t szeretett volna összehozni, a kis zöld emberkék pedig belemásztak a munkásságába. Így van, mostanában pont sok idézetet olvastam tőle,
Hát az egyik például közülük az az volt, hogy a rádió csillagászok nagy része az valahol mélyen a tudatuk hátsó zugában azért tisztában van vele, hogy ha valaha is földönkívüli értelmes életet fogunk találni, akkor annak a jeleit először szinte bizonyosan rádió csillagászok fogják érzékelni. Hát ugye például ugye a szomorú történet, a tavalyi szomorú történet, hogy az Arecibói távcső oda lett, ugye például ő is, az Arecibói távcső is a SETI kapcsán földönkívüli élet kutatással foglalkozott nagyon sokáig dedikáltan. Pontosan. Szóval ott tartottunk, hogy 67-ben, amikor ez a felfedezés megtörtént, volt egy gyorsan ismétlődő jelrádió tartományban, tudták, hogy ezt valami nagyon különleges forrás lehet, nagy Isten, akár még mesterséges forrás is, viszont teljes magyarázatot nem tudtak mögé tenni, amikor is a legrangosabb természettudományos folyóiratban, Nature-ben lepublikálták ezt az eredményt. Viszont nem sokkal később megkeresték őket elméleti asztrofizikusok, konkrétan például Fred Hoyle és az általa vezetett kutatócsoport, hogy pont azokban az években kezdett el terjedni az elméleti gondolata annak, hogy létezhetnek ilyen gyorsan forgó mágneses terük miatt részecskéket gyorsító és ez miatt rádiótartományban is detektálható extrém objektumok, ahogyan akkoriban nevezték, akkor szerintem még nem terjedt el a pulzár kifejezés, de hogy ilyen neutron csillagok, ezek generálhatnak ilyen gyorsan ismétlődő jelet. És mint ahogy a következő évek kutatásai ezt alá is támasztották, egész egyszerűen nincs más magyarázat erre a gyorsan ismétlődő jelre. A Barnabás most hirtelen fölkapcsolt a fejemben egy villanyt, hogy erről érdekes, meg érdemes majd összevitatkoznunk, hogy vajon a felfedezés, vagy a felfedezés megmagyarázása éri majd igazából. Mert hogyha egy pillanatra visszanézünk ugye az előző diára, ott a két díjazott között ugye már nem szerepel a Jocelyn Bellnek az arcképe, pedig hát, elvileg ő tette a felfedezést. És itt most nem csak arról van szó, hogy ő szerencsés időben ült ott az észlelő szobában, és éppen megfelelő irányba fordította az antennákat, hanem ő ténylegesen precízen reprodukálta a mérést, és kizárt minden más lehetőséget, még mielőtt az elméleti szakemberekhez fordult volna magyarázatért. Tehát amit ő letett az asztalra, az egy klasszikus felfedezés, és nem csak a szerencsének volt benne szerepe. Mégis ő nem kapott Nobel-díjat. Igen, itt most hozzá lehetne tenni még a statisztikát, hogy ha jól emlékszem, akkor 58 darab nőt díjaztak eddig fizikai, nem fizikai, ugye általánosában véve Nobel-díjjal, bármilyen Nobel-díjjal, és hát maga Jocelyn Bell is nyilatkozott ilyet annak idején, hogy hát a politikai helyzet nem feltétlenül támogatta ezt a döntést, pontosabban ezt a döntést támogatta, hogy ő ne legyen. Ezt tudod, ez nehéz kérdés, mert nekem ugyan viszonylag kevés tapasztalat, a személyes tapasztalatom van a 60-as évek angol száz tudományos világával. Én nehezen tudom elképzelni, hogy őt azért zárták ki a díjazottak köréből, mert hogy ő nő. Valószínűleg nem is hinném, ez volt a fő érv, ez legfeljebb egy ilyen hátsó gondolat lehetett, viszont azt ő maga is elismerte később, hogy mint PhD hallgató eléggé fiatal is volt hozzá, és hogy ezért egy kicsit visszásnak is érezte utólag. Ezt pontosan ide akartam kiukadni. Visszásnak érezte volna utólag. Ide akartam kiukadni, hogy mi utólag se tudjuk pontosan rekonstruálni, hogy ott kinek mennyi munkája volt az egészben. Viszont, hogy majd később hamarosan láthatjuk, volt olyan, aki kvázi csak jókor volt jó helyen, egy mérőberendezés veled, és ő részesült Nobel-díjban. Ezen a logika mentén pedig szerintem Jocelyn Bell is megérdemelte volna. Az minden esetre bizonyos, hogy ő megbékélt ezzel a döntéssel, ugye ahogy mondtad, és abszolút mindig igyekezett, sőt még igyekszik is, és még mindig mind a mai napig aktív kutatónő, aláhúzni és kiemelni a témavezetőnek, Hughes-nak az érdemeit, miszerint miatta lett ez egy úttörő munkásságú kutatás, és miatta juthatott el a tudományos világ szélesebb köreihez ennek a pulzárnak a felfedezése. Azt hiszem, amit említettél, ahhoz csak egyet kell kattintanunk előre. Ó, de várjál, még hogyha, mert ez egy nagyon színes történet ennek az egész pulzárnak, az első pulzárnak a felfedezése,
És mindenképpen szerettem volna egy kis önreklámot még itt elsütni, még mielőtt tovább lépünk. Ó, igen. Mert hogyha valaki kíváncsi ennek a teljes történetére, született egy egészen korrekt cikk a Magyar Csillagászati Egyesület évkönyvében, ez a Meteor Csillagászati Évkönyv, 2017-es kiadást tessék keresni, és hogyha az ember lapozgatja a tartalomjegyzéket, akkor itt rögtön talál egy földön kívül üzenetektől a gravitációs hullámokig 50 éve fedezték fel az első pulzárokat című cikk. Szerzők között Nagy Andrea, Szalai Tamás, Pinkó József és Ordasi Tamás. Ordasi Tamás. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Nem tudom, ki ez az Ordasi Tamás, de egyébként egy nagyon szép cikket írt a Meteorba. Részben. Igen, tehát ez egy koprodukciós cikk. Itt az aláhúzandó üzenet az, hogy olvassatok Meteor évkönyveket, mert nagyon jó cikkeket találtok benne évről évre. És például az első pulzár felfedezés, és szerintem nagyon szépen és alaposan körüljártuk ebben a néhány oldalban. Úgyhogy én most már teljesen tiszta lelkiismerettel léphetünk tovább a következő nagy felfedezésre. Ahol meg is érkezünk oda, amit a Barna már emlegetett, hogy az ember jó helyen van, jó időben, és éppen a megfelelő dolgot figyeli meg. Sugárzás a háttérből, mikrohullámon is. Ugye a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásért, ugye az angol rövidítése a CMB, ennek a felfedezéséért kapták ezeket. Cosmical Microwave Background. Mondjuk el csak, hogy... Cosmic Microwave Background. Szép angol kifejezés, és ezt a CMB nevet viseli, ezért járt 1978-ban Nobel-díj. A két úriember pedig, aki kapta, Arno Allen Penzias és Robert Woodrow Wilson, egy kicsit bele lehet törni a nyelvet, hogyha nagyon akarja az ember, ők ketten voltak azok, akik a maguk gyönyörűséges rádió távcsővével először detektálták ezt a bizonyos jelet. Hát valahogy így nézett volna ki, ahogy a képen is, ábrán is látjuk, az, amit ők láthattak volna. Ők nem igazán láttak ebben a háttérsugárzásban mintázatot, hanem inkább csak egy ilyen mindent is kitöltő, úgynevezett fekete test sugárzás. És itt a minden szót kell aláhúzni, ugyanis Penzias és Wilson a saját rádió detektorukkal úgy tapasztalták, hogy minden irányban lehet detektálni ezt a mikrohullámú sugárzást. Ezért is hívják háttérsugárzásnak, mert hogyha minden irányból jön, akkor mint hogy a háttérből jönne. Egy színpadi képnek a hátteréből érkezne. Itt, ami az ábrán kicsi, a nagy zöldségben egy kicsi fényes sávot látok, az nem más, mint a tejút. Ugye a tejútból kicsit erősebb ez a mikrohullámú háttérsugárzás, viszont minden irányból detektálható, és nagyon jól ki lehetett mérni azt, hogy ez egy majdnem tökéletes feketetes sugárzás. Így van, egy ráadásul elég hűvös feketetes sugárzás. Feketetes sugárzásnak van egy olyan tulajdonsága, hogy ugye a hullámhossz maximuma, tehát hogy milyen színben vagy milyen hullámhosszon világít a legjobban, az ugye a hőmérsékletétől függ. Na most azok a dolgok, amik nagyon hűvösek, azok jellemzően ilyen rádióban, mikrohullámon világítanak. És hát itt például ez egy mennyi is? 2,7 Kelvin. És hogyha valakinek régen voltak a fizikai ismeretek középiskában, hát az olyan cirka mínusz 270 foknak felel meg, Celsius foknak. És ilyen hőmérsékletű fekete test sugárzást tapasztalunk a világűr minden pontjáról. És hát igazából Penzias és Wilson, ők sokkal inkább instrumentális emberek voltak. Hát az, ugye, hogyha valaki most utána keresne, hogy Penzias és Wilson hány tudományos cikket tett le az asztalra, akkor egy nagyon alacsony számot kapna, amely konvergálna az egyhez. Ugyanis ők nem csillagászok voltak. Ők egy telekommunikációs cégnek voltak a szakemberei, és ezen cégnek az átjátszó állomása, azt hiszem egy átjátszó állomás, de a következő képen láthatjuk is magát a masinát, ez a borzalmas, óriási hangszerre hasonlító gép itt a háttérben. Én szóval nagyot hallom. Ezt kell. Köszönjük a szóvicetatást. Megegyeztük, hogy nem lesznek szóvicek. Én is elnézést kérek. Szóval, hogy ez az alapvetően nem tudományos célokra épített berendezést kellett volna kalibrálniuk és tökéletesíteniük. És az jött ki, hogy
bármerre is fordítják a berendezést, bármelyik irányba hallgatóznak, mindenhonnan jön egy zavaró zaj, egy jel. Itt először galamboknak hittek, de ugye a galambok azért nem minden irányból repülnek, mert kis takarították ezt a hatalmas kürtőt. Majd pedig jobb híján lepublikálták a felfedezésüket, ez egy pusztán obszervációs. Tehát leírták, hogy ezt látjuk. Ha valakinek van ötlete, jelentkezzen. És volt is ötlet. És már, mint kiderült, addigra már ezek az ötletek megszülettek. Hát bizony, már jóval korábban is léteztek ilyen gondolatok. Ugye az univerzum keletkezése és leírása közben, hogyha az ember megfelelő alapfeltételekből indul ki, akkor egész sok minden kijött, és például voltak erre már utaló jelek, hogy itt bizony történtek olyan folyamatok a korai univerzumban, ugye tekintve, hogy az ősrobbanás elmélet akkoriban már egészen divatba jött, ez ugye azt is sugallta, hogy hát rendben, de hogyha valami kiindul egy picinke, végesen picin pontból, és lesz belőle egy ilyen hatalmas valami, amiben ma élünk, ugye mindenki csak nézzen föl az égre, és gondolja bele, hogy hány csillagot, galaxist és a többit lát, akkor bizony ennek tágulnia kellett. És ennek a tágulásnak a során volt egy olyan pont, amikor bizony nagyon sűrű volt a dolog, és ott egészen extrém részecske fizikai folyamatok zajlódtak le. Konkrétan szakszóval úgy mondjuk, hogy egy ideig, az első emlékeim szerint 300 ezer évig, a fény nem volt képes szabadon terjedni, egyszerűen olyan sűrű volt az univerzumnak az anyaga. Viszont ahogy ez az anyag halom, ez folyamatosan tágult és folyamatosan hígult, így eljött az a pont, amikor a fény, szakszóval úgy mondjuk, hogy lecsatolódhatott, vagyis szabadonban kezdett el terjedni. Várjunk, az nem hamarabb volt, hogy a 300 ezer év az, amikor megjelennek az első csillagok? Nem, az még jóval később lesz. Az még azután? Az még bőven később lesz. Nagyjából 300 ezer év, de egy plusz-minusz néhány százezeret nyugodtan hozzá lehet képzelni, főleg plusz. Modellje válogatja. Szóval, hogy ez a fény lecsatolódott, és ezt mind a mai napig tudjuk detektálni. Ám de egyrészt a vörös eltolódás miatt szépen a látható fény tartományából, többek között a látható fény tartományából, az elmászott a hosszabb hullámhosszak, egészen a mikrohullámú tartományig. Másrészt pedig folyamatosan hűl az univerzum, ezért manapság már 2,7 kelvines formájában tudjuk megfigyelni ezt a sugárzást. Még egyszer itt a fontos, hogy ezt nem látjuk, ezt nem érezzük, viszont ez kitölti az egész univerzumot. Mindenhol ott van, mindenfelé lehet detektálni, egy minimális sugárzás, ami nagyjából úgy tűnt még ekkor, hogy ezt a felfedezést Penzias és Wilson 1965-ben tették, és akkor publikálták az eredményeiket. A 60-as években még úgy tűnt, hogy ez egy teljesen sima eloszlás. Tehát nincsenek benne semmiféle lyukak, nincsenek benne kiugró értékek, mindenhonnét jön ez. No de. Majd ezt későbbiekben látjuk, még nem spoilerezünk semmit. Kicsit még kanyarodjunk vissza ennek az elméleti magyarázatára, ugyanis ugye, 60-as évek végére ennek már kidolgozott modellje volt, és ezt a kidolgozott modellt többek között George Gamow nevéhez fűződik. Talán mondhatjuk azt, hogy az ő neve fényjelzi leginkább azt a tudományos munkát, ami leírta ennek a CMB-nek a keletkezését, és Gamow nagyon pontosan becsülte meg, hogy ha tudnánk detektálni ezt a mindenhonnan érkező mikrohullámú háttérsugárzást, akkor szerint becslése szerint olyan 5-10 kelvines hőmérsékletűnek kéne látnunk. Na most ehhez képest, amit Penzias és Wilson kimért, 2,7 kelvin, tehát nagyon-nagyon a közelében járt Gamow. Mégis Gamow nem részesült a Nobel-díjban, és ennek nagyon prózai oka van, ugye, hogy itt a képen a sarokban látható szám is jelzi, Penzias és Wilson 1978-ban díjazta a Svéd Tudományos Akadémia, Gamow viszont a 60-as évek végén, emlékeim szerint 10 évvel korábban már elhunyt. És a Nobel-díjaknak szigorú szabályai, hogy posztumusz díjazott nincs, csak élőket díjaznak. És nem tudom, hogy kiemeltük-e, kihangsúlyoztuk-e, hogy alapvetően a Nobel-díj az nem egy életműdíj, tehát nem,
nem kifejezetten egy egész munkásság, hanem egy kutatási eredmény. Kutatási eredményre, igen. Hogy mennyire határozott ez az idővel, időnként elmosódtak ezek a határok, de itt például nagyon jól tetten érhető a Nobel-díjnak az eredeti szándéka. Egy felfedezésért legfeljebb 3 ember kaphat, mindegy, hogy milyen szakmájúak, mindegy, hogy mit tettek le a diák az asztalra, hogyha az a felfedezés előrébb mozdítja a tudományt, jár a Nobel-díj. Így lehetett, hogy két nem csillagász is részesült csillagászati témában fizikai Nobel-díjjal. Ó, ez lenne az én kium, de egy kicsit elvesztettem a fonalat, hogy hova is szerettünk volna kiukadni vele, a következőhöz? Nem, szerintem a következőkben áttérhetünk arra, hogyha úgy gondolt, hogy befejeztük ezt a témát. Én nem fűztem volna. Egyébként továbbra is bátorítanák mindenkit, hogy a kérdés van az itt elhangzottakkal kapcsolatban. Hogy csak bátran. Akkor bátran tegyétek föl a Facebook kommentek között. Hogyha pedig nincsen, akkor tovább is mozdulhatunk, amennyiben a technika is úgy akarja. Kicsit fölpörgetjük most az idő kerekét, ugyanis azt az elején nem hangsúlyoztuk ki, de ugye több mint tucatnyi csillagászati Nobel-díjat kellene átrágnunk magunkat, és hát köt minket az időlimit, úgyhogy most a következőkben sorra veszünk néhányat, csak néhány mondatban, néhány percben összefoglalva, és aztán az utolsó harmadra rákanyarodva kicsit jobban, megint átbeszéljük jobban és részleteiben az utóbbi néhány év csillagászati vonatkozású Nobel-díjait. Így van. Akkor folytassuk is a sort szerintem Hans Albrecht Bethe. Bethe-vel, aki hát tulajdonképpen a csillagokban zajló fúziós folyamatokat írta le, és ő erre kapta a Nobel-díjat 1960-ban. Konkrétan a csillagok miért világítanak? Arra adott választ, ráadásul már a 30-as évek végén, 1937-ben eltartott egy ideig, amit fölismerték. Igen, hát azért bizonyítani is kellett ezt. Pontos az is, hogy olyan eredmények kapnak Nobel-díjat, ami alá is van támasztva. Tehát nem hát, csak nem... egy jól hangzó elméletért, hanem amiben is van bizonyítva. Például lehetne a tavalyi évi vénuszi foszfén. A vénuszi foszfént föl lehet emlegetni, hogy az még jó ideig nem fog Nobel-díjat kapni, ha kap egyáltalán valaha. Na de visszakanyodva Bethe-hez, Bethe egy emlékeim szerint pont Gamow munkásságára alapozva, Gamow vetette föl először is, hogy például a napban a hidrogén atommagok, tehát gyakorlatilag protonok egyesülése vezet ahhoz, hogy hélium atommagokká alakulnak, és közben pedig energia szabadul fel. Ez az úgynevezett proton-proton ciklus első leírása. Viszont gyorsan kiderült, már azon a konferencia végére, amit Gamow ismertette a munkásságát, kiderült, hogy ez nem teljesen effektív, nem teljesen hatásos egy napszerű csillagban, és Bethe egészítette ki ezt a proton-proton ciklust abban a formájában, ahogy mind a mai napig tanítják az egyetemeken. Később pedig, már a 40-es években, szintén együttműködve német kutatókkal, ő írta le először az úgynevezett CNO ciklust, ami pedig a nagy tömegű csillagokban domináns. Ez itt a kép jobb oldalán látható, hogy szén, oxigén, de nitrogén atommagok közbenjárásával szépen körbejár ez a folyamat, és a hidrogén, illetve a kötési energiákat, illetve hidrogén atommagok hozzájárásával fotonok, nagy energiájú gamma fotonok keletkeznek, és később ezt érzékeljük mi, itt sok millió kilométer a naptól, hő és fény formájában. Azért ehhez én még hozzátennék egy ilyen korszakot bemutató képet, pontosabban a korszak előtti korszakot bemutató képet. Talán valahogy, amennyire én emlékszem még a Vinkó Józsi féle asztrofizika órákról, de talán a 20. század elején, vagy még a 19. század végén, de nem sokkal előtte. Tehát ténylegesen néhány évtizeddel előtte még bőven gondolkoztak azon, hogy esetleg a napunk szenet éget, amit aztán ki lehetett számolni. Persze, hogy néhány ezer év tartana. Most fog beégni az irodalom tudásomba, de ez még Madács ember tragédiájában is elhangzott ez az ötlet. Igen, nekem is dereng. Hogy viszonylag kevés időnk van hátra. Igen. Mit fogok ezért kapni attól, hogyha ezt rosszul mondtam? Meg én is. Ez a lendület, szerintem lépjünk is tovább. Igen. A következő díjazottunk 1970 Magdedo hidrodinamikai eredmények. Ezt már kimondani. És egy svéd név, Hannes Olof Gösta Alfvén, és akinek Alfvénként rövidítve maradt meg a neve.
ő is még a második világháború előtt kezdte a kutatásait, és ő első körben arra volt kíváncsi, hogy az Aurora Borealis, vagy északi sarki fény jelensége, az mégis hogyan keletkezik. Ahogy pedig egyre inkább sikerült elméleti alapon is alátámasztani az ötletét, kiderült, hogy ez a napból származó nagy energiai részecskék az úgynevezett napszél hatása, amelyek interakcióba lépnek a Föld mágneses mezőjével, és amikor ezek a részecskék képesek bejutni a mágneses mező által védett légkörbe, akkor ott fényjelenségeket okozhatnak. Először is ionizálják a magas légköri nitrogén és oxigén molekulákat, majd pedig amikor ezek visszanyerik az elektronjaikat, akkor bocsájtan ki gyönyörű zöldes, sárgás, időnként rózsaszínes árnyalatokat. Lilás. Biztos vagyok benne, hogy itt a hallgatóink között is jó, mindenki látott már sarkiféről készült felvételt. És volt is a Szegedi Csillagvizsgálóban egy nagyon jó előadás róla, és remélhetőleg lesz is majd még. És biztos vagyok benne. Itt még esetleg a képen érdemes megnézni, hogy ugye ahogy érkezik a napszél, rögtön látszik is, hogy miért is nevezik sarkifénynek, és miért csak a sarkvidékeken jellemző. Ugye a Föld mágneses tere, az nagyjából a forgástengelynek megfelelő sarkvidékeknél döfi át a képzeletbeli földfelszín. És ugye ahogy ezek a fülek, ez a tórusz mágneses tér körbeveszi a Földet, ennek a rései, azok főleg itt ugye a mágneses erővonalak, azok ott a sarkvidékeknél ritkulnak be, illetve arra irányítják el a töltött részecskéket, és ezért ott fordul elő a leggyakrabban. De nem fontos itt azért aláhúzni, hogy itt nem a sarkifény magyarázatára kapott Alfvén pusztán Nobel-díjat, ő ezt szépen visszafejtette ennek az egész folyamatát, hogy a napból kiáramló részecskék hogyan és milyen irányban haladnak a világűrben, hogyan lépnek interakcióba a Föld mágneses terével, hogyan tudják azt mondjuk torzítani geomágneses viharok képében, és így tovább. Tehát Alfvén egy teljesen új tudománytörletnek, a magnetohidrodinamikának rakta le az elméleti alapjait. És igazából még azt is érdemes hozzátenni, hogy ez nyilvánvalóan nem csak a naprendszerben, hanem az univerzumban mindenhol, ahol mágneses terek befolyásolják az anyag mozgását, ott igazából tapasztalhatjuk. Például ilyen anyagkorongok, amik bezuhannak nagyobb mágneses térre rendelkező objektumokba, ott is előkerül. Például van az Alfvén sugár nevezetű mennyiség is. Az asztrofizikában nem menjünk szerintem ebbe bele. Hanem menjünk inkább tovább. 1983, fehér törpék tömeg meghatározása és nehezebb elemek nukleoszintézise. Ebben a sorrendben megfelelően az indiai származású Subramanian Chandrasekhar, illetve William Alfred Fuller kapta a Nobel-díjat. Itt a mi tanulmányaikhoz mindenképpen Chandrasekhar neve és munkássága áll közel. Ő volt ugyanis az, aki kiszámolta, hogy a fehér törpék, ezek olyan maradvány csillagok, amelyek például naptípusú csillagok után maradnak az életük végén. Ez egy nagyjából föld méretű, forró, csillagszerű tömegű, főleg szénből és oxigénből álló egzotikus objektumok, amelyek úgy is maradnak életük végéig, az univerzum végéig szépen lassan kihűlnek, ha csak nincs egy társcsillaguk. Mert ha van egy társcsillaguk, akkor bizony nekik még ugyanúgy van gravitációjuk, és többletanyagot szétkázhatnak el. És egy nagyon különleges állapotban van a fehér törpék anyaga, nagyon különleges állapotot tart fent a fehér törpe magában, ami egy bizonyos határtömeg fölött igen heves folyamatokat indít be. Tehát ha ne adj Isten valamilyen társcsillagtól túl sok anyagot tud megszerezni ez a bizonyos fehér törpe, akkor bizony beindulnak ezek a kataklizmikus folyamatok, és hirtelen hatalmas mennyiségű energia felszabadulásával egyszer csak szupernovává válik. Fölrobbant gyakorlatilag, igen. Chandrasekhar pedig ezt a tömeghatárt számolta ki, és többek között más kutatókkal együttműködve kínált végül egy teljesen plausibilis, működőképes megoldást arra, hogy hogyan is robbanhat fel a csillag. Tehát, hogy András is említette, anyagot szipkázott a társadalától túllépi ezt a később róla elnevezett tömeghatárt, ez nagyjából 1,4 naptömegnek felel meg, és utána instabillá válik. Egyszerűen a fúzió a fehér törpe belsejében elindul, és mivel úgynevezett elfajult állapotban ez az anyag, nagyon hosszas elméleti, asztrofizikai fejtegetésekre vezet, de lényeg, hogy megszalad a fúzió,
és a megszaladat szó szerint kell ejteni, mert ez szétveti. Tulajdonképpen öngerjesztő folyamattá válik, és az egész fehér törpének az anyaga fukzió áldozatává válik, ráadásul nagyon rövid időtartam alatt, és lévén, hogy ezt egy elég exakt tömeghatárnak tételezték föl, ezért legalábbis a kezdeti számolásokban ez egy határozott tömeghatárnak volt kiszámolva, ezért úgy gondolták, hogy mivel mindig pontosan ugyanakkora tömeg robban föl, ezért a fényessége is mindig ugyanakkora. És ezért ezeket a szupernovákat úgynevezett standard gyertyaként, mindig ugyanolyan fénnyel világító gyertyaként tekintették. Mára egy kicsit árnyalódott a kép. De erről még beszélni fogunk a később. William Alfred Fowlerről pedig csak tényleg nagyon röviden, egy mondatban, hogy ő ugye a nehezebb elemek keletkezéséért kapta. Ő azt mutatta ki, hogy például nagy tömegű csillagok robbanása után, vagy például ilyen úgynevezett egy-ad típusú fehér törpe robbanásokat követően, hogyan keletkezhetnek a periódusos rendszer nagy tömegszámú elemei. Arany, ez is például. És azon túl menően is. Mindig ezeket a példákat szokták hozni. Mert hiszen, szép és csillog. Mert szép és csillog, és mindenkinél van, de egyébként ez egy jó gondolatiságot is ad a dolognak, hogy bizony azok az anyagok, amik itt a Földön megtalálhatók, azok valaha egyszer az univerzumban valahol egészen messzire keletkeztek. Lépjünk megint egy évtized az időben, 1993, megint csak valami egzotikus objektumokról van szó, neutron csillagok kettőse, ez Hals és Taylor, azonban itt nem csak arról van szó, hogy itt két neutron csillagról van szó, hanem egy speciális pulzáról egy kettős rendszerben. Ennek az a lényege, hogy ugye a pulzárokról már volt szó, ezek nagyon szépen, gyakorlatilag órát, nem, szó szerint is órát lehet hozzájuk igazítani, ahogy felvillannak időről időre. Ha viszont nincsenek egyedül, akkor a társ csillaguknak a gravitációs tere az kissé befolyásolja ezt az órát, kicsit ingadozik a közös tömeg középpontjuk körüli keringés folytán. És ez nagyon sok különböző elméleti jelenséget, pontosabban elméletből jósolt jelenséget tárt föl előttünk, olyan jelenségeket, amiket ténylegesen csak ilyen körülmények között figyelhetünk meg. Hát például ugye az általános relativitás elméletnek egy egész jó kis bizonyítékához szolgál egy ilyen rendszer. Például a későbbiekben is szerepet kapó gravitációs hullámok első közvetett kimutatására. Ugyanis ez a később róluk elnevezett Hals-Taylor pulzár, ez azt mutatták a pulzár megfigyeléséből származó mérési adatok, hogy ez a kettős, ez egyre szorosabb pályán kering egymás körül. Ez nagyon, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy közös tömegközéppont kerül, ez a két csillag folyamatosan kering, szóval egyre közelebb húzódnak egymáshoz, ezért egyre gyorsabban tesznek meg egy-egy kört. Ez pedig csak a pulzárok adta kvázi óra precizitásával lehetett kimutatni, ezért is volt különleges ez a kettős rendszer felfedezése. És hogy miért kerülnek egymáshoz egyre közelebb? Nos, itt érünk vissza az általános relativitás elmélethez. Ugyanis azt már Einstein is kimutatta, hogy egy ilyen rendszer energiát sugároz ki gravitációs hullámok formájában. Einstein amondó volt, hogy ez sose lehet majd közvetlen úton kimutatni, de Hals és Taylor 70-es évek közepén legalább egy közvetett felfedezését adta, hogy gravitációs hullámok formájában is távozhat energia egy csillagrendszerből. Ezt ugye akkoriban még nem tudták detektálni, ez majd egy későbbi Nobel-díjnak a témája lesz, viszont... Viszont az, milyen irányba mutatott ez a felfedezés. És ahogy bizonyított egy 74-ben, fedezték fel a Hals-Taylor pulzárt, ez a kettős rendszert, ugye ez csak nem egy általános relativitás elmélet, egy bő 5 évtizedes sejtést sikerült observációval is alátámasztani. Tehát az akkor tényleg egy nagy dolog volt. Menjünk is tovább. 2002-ben vagyunk már, neutrino detektálások és a neutrino oszcilláció felfedezése. Ugye itt a képen a Super Kamio Kande nevű neutrino detektort láthatjuk. Ami hol található? Ami Japánban található. Azon belül, ha azon gondolkoztam, de...
valahol egy hegység alatt nagyjából másfél kilométerre a felszín alatt. Ilyen, talán ilyen régi bánya helyszínből alakították át. Ugye maga a technika egy elég trükkös dolog, hiszen a neutrinókat, hogyha valahogy szeretnénk leírni, akkor ők talán a leg... nem is undokabb, mit akartam mondani, hogy a leg érdektelenebb részecskék. Ők nem kifejezetten interaktálnak a hétköznapi anyaggal velünk. Mondhatjuk ezt úgy is, és itt most abszolút konyha nyelvre váltok, hogy olyan picik, és annyira nincs semmi jellegzetességük, például töltésük, hogy keresztül mennek az anyagon. Konkrétan, ha kiteszünk a tenyerünket, akkor azon ilyen sok milliárd halad át minden más. De hogyha kiteszünk mondjuk egy kilométer vastagságú ólom tömböt, azon is jó eséllyel keresztül tud menni egy neutrino. Így van. Konkrétan a föld teljes egészén is akár átmehetnek, és ehhez kellenek ilyen rendkívül precíz és nagyon sok érzékeny detektort tartalmazó műszerek. Ugye ilyen Japánban is van, de említhetjük az Antarktiszon lévő Ice Cube. Az az Antarktiszon van, ugye? Pontosan, igen. Ott a jégbe lettek be olvasz, vagy beásva gyakorlatilag a detektorok. Itt ez a szuperkamionkendét, ezt úgy kell elképzelni, hogy itt egy óriási hengert kitapétáztak detektorberendezésre, és utána föltöltötték folyadékkal. Itt is látod, hogy két mérnök éppen egy gumicsónakban javítgat valamit. És az elf, hogy hátha, ugye nagyon-nagyon kicsi az esély, de hátha egy-egy neutrino a sok milliárd közül beleütközik ezekbe a folyadék molekulákba. Ha beleütközik, felvillanást, detektálható felvillanást okoz, és ezt a sok ezer detektor közül néhány talán látni fogja. Így van. És hát tulajdonképpen ezeknek a detektálásoknak köszönhetően jutunk el egyre komolyabb részecske fizikai tudáshoz. Viszont, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, viszont az oszcillációról még nem beszéltünk, ugyanis arról van szó, hogy nem is egyfajta neutrino van, hanem kapásból három. Nem is típusnak nevezik, hanem íznek. Három igen. Íz létezik, nem, tehát nem igazán kóstolható, viszont kimutatható részecske fizikai úton. Viszont úgy találták, hogy a napból érkező neutrinok közül ezek nem megfelelő arányban érkeznek. Nem támasztotta alá az elméleti modellek jóslatait a megfigyelés. Ez pedig sokan sokféleképpen próbálták magyarázni, de végül Raymond Davis elmélete váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és majd adott magyarázatot mindenre, és az ötlet az, hogy ezek a neutrinók, ezek egymásba átváltozhatnak, és szakszóval ezt mondják, átoszcillálhatnak egymásba. És így lát magyarázható az, hogy de, jól sejtjük a napban zajló fúziós folyamatokat, jól sejtjük, hogy hogyan és milyen neutrinók keletkeznek, de mire ide érnek, már más képet mutatnak, mint amikor elindultak. Nem kívántam volna többet hozzáfűzni, mert itt nagyon messzire el lehetne jutni a különböző standard modelleken keresztül, a hogyan is működik az univerzum, merre vannak a sötét anyagok, és mi is ez a sötét anyag, és a többi, de ebben nem menjünk bele. Hanem inkább menjünk bele, szintén 2002-ben, egy olasz kutató, Riccardo Giacconi is Nobel-díjban részesült. Újabb felfedezésekért. Szintén felfedezésekért. Ő a kozmikus röntgenforrások detektálásában játszott úttörő szerepet. Gyakorlatilag szó szerint. Tehát ő ott volt, amikor az 50-es évek végén, 60-as évek elején az első rakétákra szerelt röntgendetektorokat kifejlesztették és fölbocsájtották. És ezt tényleg úgy kell elképzelni, nem úgy, mint manapság egy űrtársaságot, hanem kilőttek egy rakétát, és az még föld körül pályán, viszonylag stabil pályán keringett, ki tudtak mérni bizonyos irányokba röntgen forrásokat. Így fedezték föl például az egész röntgen égboltnak, ami itt látható a képen, szép színesben. Ugye a röntgen fotonokat mi nem tudjuk detektálni a szemünkkel, de hogyha megfestenénk valahogyan, így nézni ki. Például az ő detektora fedezte fel a Scorpio X1-et, ami a legfényesebb röntgen forrás az egész égbolton. És aztán ő később is a pályán maradt gyakorlatilag, egészen a mind a mai napig használt Chandra röntgenűrtávcsőig. Ugye például az elején a kis prezentációnknak mutattunk egy szép látványos képet egy pulzárnak a környezetéről, és ott is ott például is Chandra méréseket lehetett látni. Ez a Chandra kép volt részben. És én itt még azt húznám alá, meg hangsúlyoznám, hogy amit már az elején is pedzegettem,
hogy talán a csillagászat azzal kezdett el kinőni a saját kis gyerekcipőjéből, amikor is ténylegesen az űr csillagászat átvette a terepet, pontosabban kiegészítette a földfelszíni megfigyeléseket, ugyanis a föld felszínéről nagyon sok különböző hullámhosszat egyszerűen nem vagyunk képesek megfigyelni. Maga a légkörünk leárnyékolja tőlünk például ugye a gamma, röntgen, ultraibolya sugárzásoknak a nagy részét, és ennek megfelelően nem kifejezetten tudjuk ezeket földfelszínről megfigyelni. Pedig ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működnek az univerzumban a dolgok, ahhoz minden elektromágneses hullámtartományban, színképtartományban jó lenne ismerni őket. Hát ez majd most a 21. században valószínűleg a virágkorát fogja élni, meg már éli is. És még egy eredmény a 21. században, még mielőtt rátérnek a legutóbbi évek termésére, vissza a CMB-hez, illetve annak a feketetes jellegéhez, ugyanis az itt látható két úriember, John Matter, illetve George Smoot játszott úttörő szerepet abban, hogy a Kobe űr távcső, lehet távcsőnek gyakorlatilag nevezni, űrben dolgozott és távcsőhöz, tehát detektált mikrohullámon. Szóval ez a Kobe űrtávcső pont arra volt hivatott, hogy föltérképezze azt, amit 60-as évek közepén Penzias és Wilson fölfedezett, és akkor még úgy tűnt, hogy ez az úgynevezett mikrohullám háttérsugárzás teljesen sima. Ez minden úgy ugyanolyan. Ugye itt a képen azt lehetne mondani, hogy ami az elején még nagyon szuperzöld volt, az most már nem mindenhol szuperzöld. Kékeszöld, és egyre több helyen kékeszöld, meg néhol most már sárga, meg piros, és aztán utána a különböző erre irányuló küldetések, ugye a WMAP és a Planck, én kérek elnézést, szégyellem magam. Én is elnézést kérek. Már másodjára ma, de remélem, hogy nem lesz harmadik. De a lényeg az, hogy ugye itt egy nagyon szép úgynevezett anizotrópiát látunk. Tehát ténylegesen a különböző irányokból különböző mértékben látjuk ezt a bizonyos kozmikus háttérsugárzást. És hát ugye ezekből a pici kis ingadozásokból... Nagyon pici, ezt tegyük hozzá. Tehát ezek, így a... Hogyha azt mondtuk, ugye 2,7 Kelvinre jellemeztük ezt a háttérsugárzást, hogy annyi az átlaga, viszont kicsit melegebb, kicsit hűvösebb is részek vannak, amik olyan nagyjából 10.000-et, 100.000-et Kelvines ingadozás. Az 1000 és a milliós tartomány között. 10 a mínusz 5-es anizotrópia van. De nagyon picike. Ezt a kis ingadozás nagyon-nagyon picike, viszont megéri kimutatni, mert pontosan ezeknek az anizotrópiáknak, tehát ezeknek foltok méretéről beszélünk gyakorlatilag, foltok mérete mutatja meg, hogy hogyan is oszlott el az anyag nagyjából 300.000 évvel az ősrobbanást követően. Tehát gyakorlatilag egy lenyomatot kapunk arról, hogy hogyan nézett ki az univerzum akkoriban. Itt nem is a térkép a fontos. Nyilván nehéz kibogozni azt, hogy mi mivé fejlődött az év milliárdok folyamán, hanem az, hogy hogyan nézett ki 300.000 év, az semmi az univerzum. Az újszülött univerzum. És ebből csokornyi kozmológiai jellemzőt lehet kiszámolni. Egyebek mellett, például közvetett úton is, a sokat emlegetett Hubble, nem állandó, de Hubble paramétert, ami arra utal, hogy hogyan fejlődött az univerzumunk, milyen sebességgel távolult. Ennek volt az úttörője a Kobe műhold. És akkor, hogyha már most a múltról beszéltünk, akkor még gyorsan ránézek, hogy van-e kérdés esetleg így a gyors talpaló után. De úgy látom, hogy most még nincs kérdés. Vagy gyűjtik a kérdéseket. Gyűjtögessétek csak nyugodtan. Az is jó, hogyha most még átbeszéljük a 21. század utóbbi néhány évének a termését, és utána még lesz időnk a kérdések megválaszolására. Ugye itt az univerzum nagyon korai végét látjuk, viszont a következő Nobel-díj az kifejezetten az univerzum jövőjéről árulkodó eredményt. Mégpedig, hogy az univerzum gyorsulva tágul. Megy széllyel feled, de ráadásul nem is akárhogy, mert gyorsulva. Ezt egyébként, na most akkor megint van egy kicsi időnk, hogy csevegjünk. Azért nem sok, mert 8-tól kiárási korlátozás, de addig is ez kicsit ízleges, hogy az univerzum tágul. Ez nem egy közelmúltbeli eredmény, hanem ezt még a 20. század elején, 1910-es évek végén Edwin Hubble fedezte föl.
ugye méregette a galaxisokat, és ahogy ugye a galaxisoknak a színképeiből ki lehetett mutatni azt, hogy mekkora sebességgel mozognak hozzánk képest, azt vette észre, hogy ugye ezek egy nagyon szép, kvázi egyenesre ülnek rá, legalábbis azoknál a galaxisoknál, amiket kellő pontossággal meg tudott vizsgálni, és ez azt mutatta, hogy minél messzebb van egy adott objektum, annál nagyobb sebességgel látszik távolodni. Igen, de ez még csak a távolat. Ez csak annyit jelent, tehát ez még nem a gyorsugatágulás, már ez is megrengette akkoriban az elméleti fizikát, illetve a kozmológiát, mert egészen odáig főként az einsteini statikus világkép volt az uralkodó. Szóval Hubble azt mutatta, hogy az univerzum nem állandó, hanem folyamatosan felfúvódik. Itt egyébként ez gyakori képzavar, hogy kérdezik gyakran tőlünk, hogy oké, az univerzum tágul, de mibe tágul? Nos, nem az univerzum maga, a tér maga az, ami tágul, és innentől kezdve nincs igazán értelme megválaszolni azt a kérdést, hogy de miben? Szóval ezért már önmagában Hubble-nak is mindenképpen illett volna Nobel-díjat kapnia, viszont ő 1953-ban elhunyt, és ahogy korábban már pedzegettük, az 50-es évek végéig nem volt divat csillagászati kutatásokért Nobel-díjat adni, ezt megtartották a fizikusoknak, fizikusok adták pályatársaiknak. Hát ez szomorú, de igen, hát erről van szó. Na de aztán, és akkor ugye itt esetünkben nem csak arról van szó, akartunk még valamit Hubble-lel kapcsolatban? Nem, szerintem ott... Ha valaki szeretne még Hubble-ről hallani, akkor feltétlen tegye fel a kérdést, de itt most már itt az idő, hogy rátérünk itt látható három úriemberre. Így van, még mielőtt Hubble-ről túllépnénk egy kis reklám, mert szerintem szinte biztos, hogy a 30-dik, most tartunk, nem, a 31-dik jön. A 31-dik Hubble évfordulóra valószínűleg majd lesz valami Hubble közeli. Itt a Hubble űrtávcsőről már beszélni. Igen, most már a Hubble űrtávcsőről beszél, bocsánat. Ilyen lólépésben gondolkozol. De ugye a Hubble űrtávcső, mint a 21. század csillagászatát meghatározó műszer, talán legjobban meghatározó műszer. Most már szinte évről évre jönnek azok az évfordulók, amikor megmutatjuk, hogy hány különböző tucatnyi területen rakott le az asztalra valamit, úgyhogy valószínűleg annak kapcsán Hubble eredményeiről és a Hubble eredményeiről is többet fogunk majd mesélni. És hogyha már Hubble űrtávcső ebben az itt részletezett kutatásban is fontos szerepet kapott, ugyanis két kutatócsoport azt tűzte ki célul a 90-es években, az egyik a California Berkeley Egyetemen, szóval Perlmutter vezetésével működő kutatócsoport, másik pedig egy alapvetően harvardi központú, de inkább nemzetközi kutatócsoport, pedig Brian P. Schmidt volt a vezetője. Mind a kettő kutatócsoport azt tűzte ki célul, hogy úgynevezett 1A típusú szupernovákat vizsgáljon, nagyon precízen megállapítva, hogy milyen sebességgel tágul köztünk és a szupernova között az univerzum, és nagyon precízen kiméri a fényességét is. Ugyanis ebből a két paraméterből lehetett következtetni, hogy a fényességből lehet következtetni a távolságára a szupernovának. Itt és szeretném akkor a reklám helyét megragadni, hogy a következő fejezete része a galaktikus távol, hogy nem, kozmikus távolság létre sorozatnak a csillagvizsgáló blogon, ami feltehetően várhatóan a következő héten fog debütálni. Igen, olvassátok el, mert Andris rengeteg energiát fektet bele, szóval érdemes olvasni. De itt most a takeaway message, a konklúzió az, hogy korábban már általunk megénekelt egy-a típusú szupernovák fényességéből lehet következtetni a távolságokra. Lévén, hogy nagyjából azt sejtjük róluk, hogy körülbelül ugyanazzal a fényességgel robbannak fel. Már persze tudjuk, hogy vannak itt azért apró kis bőkenők. De ezekre lehet korrekciókat alkalmazni, amiket például pont az itt látható úriemberek dolgoztak ki. Na már most, hogyha ezeket a szupernováknak megmérik a távolságát, és megmérik, hogy hogyan szaladnak el tőlünk, akkor olyan diagramokat lehet alkotni, mint például itt látható a kép jobb oldalán, és itt most tényleg csak nagyon röviden, hogy mit is kéne itt látni. Nos, itt a színes pontok, azok a két kutatócsoportnak a mérései, ugye vízszintes tengeren a Z-vel jelölt röseltódás, tehát kvázi a távolodási sebességük, a függőleges tengeren pedig az kisem, mínusz nagyem, az pedig a távolságuk a szupernováknak. És nagyon-nagyon enyhén, de az látható, hogy ezeknek a szupernováknak az eloszlás ez nem illeszthető le, nem írható le egyetlen egyenesen, hanem kicsit felfelé görbül a szupernovák eloszlása. Minimálisan,
statisztikailag kimutatható módon. És ugye ez mit is jelent? Ez pedig ezt a jobb alsó sarokban kódolt számok mondják el nekünk, azt, hogy nem csak és kizárólag anyag alkotja az univerzumunkat. Hanem mindenféle egyéb dolog, amiről nem pontosan tudjuk, hogy micsoda. Ugye itt jellemzően, amikor az univerzum tágulása szóba kerül, mit csinálja ezt? Hát ugye alapvetően a gravitáció, mint a legtávolabb ható kölcsönhatásra szoktunk gondolni, az összefele tartja a dolgokat. Az anyagnak a hozzájárulása. De itt valami van, és hát lévén, hogy nem nagyon tudjuk, hogy micsoda, nem látjuk, tehát sötétnek nevezzük, hát nevezzük sötét energiának, ez az, amitől úgy gondoljuk, fogalmunk sincs, hogy ez micsoda, de a hatását, valahogy el kell nevezni. Hatását látjuk. A hatását látjuk, hogy valami az univerzum tágulását azt előidézi, sőt, ráadásul gyorsuló ütemű teszi. Igen, nem csak, hogy egyensúlyt tart az anyagnak az összehúzó, gravitáló hatásával, hanem túl is nő azon, és nem csak, hogy tágulásra készíti az univerzumot, de gyorsulva tágul. Ezt a gyorsuló hatást pedig sikerült kimutatni ezen adatpontok segítségével az egy a szupernovák méréséből. És hát ez ténylegesen egy olyan eredmény, ami habár egy nagyon, nagyon hideg, rideg jövőképet fest elénk, hiszen a gyorsulva táguló univerzum, ha nem állítja meg valami ezt a gyorsulva tágulást, akkor előbb-utóbb odáig fog fajulni, hogy nem csak, hogy a galaxisok nem fognak egymástól látszani, de a galaxisok beli csillagok se fognak egymástól látszani, majd a galaxisok belül, a csillagokon belül a bolyók se látszanak egymástól, meg az atomok se fogják érezni egymást, és nagyon hideg lesz. Igen, ez azért hozzá kell ilyen apró csillaggal tenni azt a kis címkét, hogy jelen tudásunk szerint. Nyilván a jelen tudásunk szerint. Itt még, tehát az, hogy gyorsulva tágul az univerzum, az most már lehet tudományos konszenzus, legalábbis tudományos konszenzusként kezelni, de gyakorlatilag tényként is. Az, hogy ez az tágulás, gyorsulva tágulás örökké tart, vagy valamilyen folyamatos megfordítja, nem lehetünk teljesen biztosak benne. Jelen pillanatban minden afelé mutat, mint a nagyobbik ábrán is látható, hogy minden csak egyre gyorsabban szétfelé megy. Így van, de mondjuk, hogyha az ábra alja fele nézünk, akkor ugye ott ilyen, ugye itt a baloldali ábra mutatja azt, hogy időben lentről fölfele haladva az univerzum hogyan is tágult. Hát folyamatosan tágulás történt, de azt azért láthatjuk, hogy ugye nem egy ilyen egyenes kúpot kapunk, hanem tulajdonképpen egy ilyen tölcsért, ami hol keskenyedik, hol szélesedik, ami azt is sugallja, hogy itt bizony az üteme a tágulásnak az ténylegesen változott az idők során, és hát ez, amint majd megértjük a pontos folyamatot, hogy ez hogyan is zajlik végig, akkor majd talán a jövőre nézve is tudunk predikciókat, jóslatokat tenni, hogy ez hova fog majd fajulni. András felfedezett valamit? Felfedeztem kérdést. Pémárta Judit, megválaszoljátok a tervezett kérdéseket, például Hubble miért nem kapott? Hát sajnáljuk, hogy előzetesen is megválaszoltuk a kérdést. És továbbra is várjuk a kérdéseket, hogy bárkinek lenne itt. Nyugodtan menet közben. Ha pedig nincs, akkor tovább is léphetünk, az idő szorít. Megint valami az univerzummal, megint valami misztikus dologgal, végre meghallottuk az univerzumot. Ugye a LIGO detektorok megvalósulásának, a LIGO detektorok megvalósulásában és a gravitációs hullámok detektálásában való meghatározó szerepükért kapták. Az itt látható úriemberek. Kip Thorne. 2017-ben, tulajdonképpen a gravitációs hullámok felfedezéséért. Na most, ugye a gravitációs hullámokról már itt megpedzegettük. Ugye Hals és Taylor. Nagyon szépen úgy azért körbeérnek ezek a történetek, szóval ami egyszer évtizedekkel korábban felfedezésért kapott Nobel-díjat, lehet, hogy évtizedekkel később az elméleti hátterért, vagy tovább abból következő dolgokért osztanak tudományos rangos. Így van, felfedezünk valamilyen jelenséget, ami nagyon érdekes és nagyon nem értjük, és aztán talán megmagyarázzuk. Egyébként így működik a tudomány. Na de gravitációs hullám, mi is ez? Na a gravitációs hullámok esetében, ugye itt az egymás körül keringő kompakt objektumok azok, amik energiát veszítenek folyamatosan, ráadásul amikor ezek találkoznak, akkor hirtelen egészen sokat tudnak veszteni. Na most ilyenkor tudunk mindenféle gravitációs hullámokat detektálni. Maguk a gravitációs hullámok
felfedezésük szempontjából nem egy egyszerű történet. Itt szerintem, ha tovább lépünk a következő diára, ott egy kicsit talán szemléletesebb lesz. Alapvetően ehhez olyan detektorok kellenek, amiket még Einstein se gondolt, hogy valaha megvalósítható. Tehát Einstein lenne. Konkrétan leírta, hogy gravitációs hullámok létezniük kell, de sosem lesznek felfedezhetőek. Olyan kis hatásuk van. Így van. Jelen pillanatban olyasmiket igyekszünk detektálni. Tehát itt a képen látható detektor az a jelenlegi legnagyobb működő gravitációs hullám detektorok egyike. Ugye Amerikában egy páros működik, és ez a Livingstoni darab. És ez a LIGO kollaboráció. Azt tegyük hozzá, hogy ez az, aminek az előbb látható három úriember ugye a kialakításában. Fejeként így a fő kutatási irányvonalat kitűzték, de ugye ez, mint ahogy látszik is, ez egy hatalmas intézmény, egy hatalmas műszer. Egy már méreteiben is, embertömegben pedig pláne. Ez ott látszanak a kis matchboxok az épület mellett, és ugye itt fölül látszik az elrendezés, hogy hatalmas nagy, hatalmas hosszú csöveink vannak, amiben lézernyalábok futnak. Ezek a lézernyalábok így két merőleges irányba, egymásra merőleges irányban megtesznek 4 kilométert, majd visszatérnek a kibocsátásuk helyére. Erre azért van szükség, mert a gravitációs hullámok azt teszik a térrel, hogy némiképp megrezegtetik. Úgy kell elképzelni, hogy a tér egy picikét a gravitációs hullámok hatására megnyúlik, illetve összehúzódik egy jól meghatározott irányban. És nem csak a tér, hanem minden, amin keresztül, egy rajtunk is. Tehát a tér, nem konkrétan. Kicsit ijesztő azért belegondolni, hogy így kicsit megnyúlok, kicsit összemegyek, mint és valami rajzfilmben. Ez kb. Ilyen mindennapos ez folyamat. Történik. Viszont megnyugtatásképpen ez ténylegesen az atom méreténél kisebb mérettartományú megnyúlás. Tehát, hogy konkrétan egy atom méretének talán, ha jól emlékszem, valami 10 000 része, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy jóval kisebb méret megnyúlást, összehúzódást kell kimutatni, ehhez pedig ténylegesen két ilyen hatalmas lézerkar kell, amiben, hogyha az egyik karon, pontosabban ugye mind a két karon átmegy, de ugye az irányultságból kifolyólag lehetséges az, hogy csak az egyik kar úthosszát változtatja meg, az egyik kar úthosszán fog a fény egy picivel rövidebb vagy hosszabb időn keresztül utazni, és ennek megfelelően a két fénynyalábnak az úgynevezett interferencia képe meg fog változni. Ez ugye nagyon sok mindentől függ, például ugye itt ilyen néhány 10 kilométerre elhaladó vonatok is képesek a méréseket befolyásolni, ezekre mind kalibrálni kellett magukat a műszereket, de hogy biztosak legyenek, hogy a kollaboráció nem csal és ámít, figyelték mind a két kezüket, konkrétan voltak esetek, amikor a rendszerbe hamis jeleket vittek be, hogy figyelnek-e a kutatók. Valaki megkocogtatta az ajtót, becsapta az ajtót egy meeting után. És ennek volt egy-két ilyen nagyon bizalmas tudója, aki ilyen kvázi lezárt borítékokban pontosan tudta, hogy mikor és mi fog történni, de mindenki más nem. És pontosan arra volt ez való, hogy ténylegesen ki tudják szűrni az összes ilyen zavaró tényezőt, és hogy nehogy véletlenül alább hagyjon a kutatóknak a figyelme. És hát akkor egyszer csak, egy ilyen nagyobb felújítás után, hogy is jól emlékszem, 2016. szeptemberében érkezett meg az első jel, ami pont egy ilyen felújítási üzem szakasz után következik közvetlenül. Ez ugye nem véletlen, ugyanis ezek nem, tehát nem restaurálás volt, vagy nem a falakat festették, hanem a detektor érzékenységét növelő fejlesztéseket hajtottak végre, és lám, ahogy egyre jobban javult a detektor, be is jutott az első felfedezés. Azóta pedig már pontosan 50 publikált gravitációs hullámot ismerünk. Ország ettől már több van, de ezeknek az adatfeldolgozása olyan hosszadalmas és körülményes feladat, hogy évekbe telik, mire a közvéleménynek is kiadják ezeket a felfedezéseket. Így van, képzeljük csak el az elsőnél a lelkesedést, hogy mennyire kellett dolgozni azért, hogy meglegyen, pedig nem mondhatták el, hogy ez embargós információ volt, és egészen a következő év februárjáig tartott, mire ellenőriztek mindent, hogy itt nem rontottak el semmit, és biztos minden is jól működött a kísérlet alatt, és az egy fél év, tulajdonképpen egy fél évig ellenőrizték azt, hogy ez tényleg az-e ami. És ezt így is kell csinálni egyébként, mert nagyon sok olyan példa van a tudomány történetben, hogy valaki túl hamar jelent be valamit.
Na most azt is hozzá kell tenni, és ez itt egy fontos adalékanyag, hogy ez ugye egy kollaboráció, ez egy hatalmas nagy együttműködés, több ezer ember dolgozott együtt azon, hogy ez létrejöjjön, többek között például Magyarországon is, az ELTE-n és a Szegedi Tudományegyetemen is vannak kutatócsoportok, akik kifejezetten a LIGO-val és gravitációs hullámdetektálással, jelformáknak az elemzésével és modellezésével töltik a napjaikat. És ténylegesen maga a Nobel-díjat érő cikk is olyan volt, öt oldal volt az egész cikk, és hosszabb volt maga a szerzőlista, konkrétan oldalakon keresztül futottak a szerzők, mint maga a leíró cikk és a tényleges információ benne. Úgyhogy ez tényleg egy nehéz ügy, és itt csúcsosodik ki nagyon az, hogy mondjuk egy Nobel-díjat csak három ember Igen. kaphat. Na most ki legyen az a három, és akkor nyilván megy a fejvakarás, hogy akkor kitette a legtöbbet le az asztalhoz. Itt talán ennek ez volt az egyik legnagyobb érdekessége, de alapvetően itt úgy érzem, hogy az egész kollaboráció azért egy kicsi részben magának érzi, és ténylegesen nem is jöhetett volna létre a felfedezés a kollaboráció és a sok ezer ember munkája nélkül. Most a nagy kollaborációk világából lépjünk vissza egy kicsit a kicsibe, vagy még egy rövid dia, ezt szemmeltetik a közelmúlt, ez már nem is teljesen friss. Ugye itt látható, hogy hogyan és milyen fekete lyuk összeolvadásokat, illetve neutronlag összeolvadást detektáltak. Ez mostanra ezeknek a száma, gravitációs hullám felfedezések száma, ez most már 50-re nőtt. 50. Tehát most már ezt a diát is lehet lassan frissebbre cserélnünk. Na de ahogy mondtam, szorít az idő, úgyhogy mozduljunk kicsit a kisebb kutatócsoportok irányába. Cserébe már nagyon közel vagyunk a jelenhez. Ugye 2019-et írunk. Két évvel egy csillagászati vonatkozású Nobel-díj után az exobolygó kutatás, illetve ne hanyagoljuk el, és beszéljünk róla először, James Peebles, ő pedig a kozmológia területén, tehát elméleti felfedezéseiért kapta Nobel-díjat így hármasban. Ez egy nagyon érdekes hármas összeállítás. Itt látszik is a leírásból, az idézet fordított is némiképp költő ilyen átírt fordításból, hogy jellemzően ezeket a egy tudományterületen, egy relatíve szűk tudományterületen elért eredményekért kapják, és ezt a mondatot is igyekeztek úgy megfogalmazni, hogy ha bár ezek a kozmológiai tudományok, ezek nem annyira passzolnak hozzá az exobolygókhoz, de azért mégis valamilyen közös alapjuk legyen. Ki kellett maxolni, hogy hárman kapják a Nobel-díjat, mert Major és Fellows, akikről mindjárt beszélünk, ők ketten alkottak kvázi egy kutatócsoport, az a 90-es évek közepén. James Peebles viszont egy maga ugye, elméleti munkássága is jelentős volt, úgyhogy őt külön illették a díj felével. Major illetve Fellows pedig negyed-negyed rész volt díjazott 2019-ben. Peebles egyébként a kozmológia azon területével foglalkozott, hogy hogyan is fejlődött az univerzum az első időben, tehát még a CMB kialakulása előtt miként változott az univerzum mérete, illetve fizikai paraméterei. Major és illetve Fellows viszont sokkal, ha nem is kézzelfoghatóbbat, de az emberi, amihez kicsit közelebb álló dolgot fedeztek föl. Egészen konkrétan ugye az első naptípusú csillag körül keringő exobolygót fedezték föl. Ugye mi az exobolygó? Gyorsan szaladjunk ezen végig. Az exobolygó egy másik csillag, egy nem nap körül keringő bolygó méretű égi test. Ezeknek a kimutatására már szinte tucatnyi különböző módszer adott. Az elsőt azt még a radiális sebesség, itt a bal alsó ábrán látható radiális sebesség módszerrel fedezték föl. Ugye a Doppler jelenséget használ, Doppler effektus jelenségét használjuk itt ki, a közeledő objektumok fényének hullámhossza az ugye a rövidebb fele tolódik el, tehát energetikus, kékebbnek látjuk őket, a távolodókét pedig vörösebbnek, hosszabb hullámhosszúnak látjuk. És ugye maga a bolygó, ahogy itt az ábrán is látjuk, ahogy kering a csillaga körül, azért a csillagot egy picit megrángatja. Nem nagyon, de egy picikét. És ezt a pici imbolygását a csillagnak ezt ki lehet mutatni. Ezzel sikerült 1995-ben az első exobolygót kimutatni. Ugyanakkor már előtte is volt exobolygó, csak ugye nem naptípusú csillag körül keringő exobolygó, az egy pulzár körüli volt, 1992-ben találták meg.
De egyébként még az előtt is volt már exobolygó felfedezés, viszont annyira bizonytalan volt maga a mérés és az eredmény, hogy ha bár ténylegesen ott volt az exobolygó, de mégis a nem tudományos... Volt teljesen megalapott, nem volt teljesen megalapott. Nem érezte biztonsággal állíthatónak, hogy ott ténylegesen van valami, úgyhogy végül is azt elvetették akkoriban, és aztán később a pontosabb mérések persze kimutatták, hogy valójában igazuk volt, de azokat a mérések tényleg nem igazolták ilyen teljes mértékben. Ilyen például a fényes Magyarországon is látható Pollux csillag körülkeringő bolygó, ami 93-ban, tehát 2 évvel Magyarország felfedezése előtt véltek kimutatni, és a radiális sebességmérésből, viszont csak később, a 2000-es évek elején vált teljesen bizonyos, hogy a bolygó létezik is. Az 51 Pegasi B, mert hát az 51 Pegasi, a Pegasus csillagében csillagról beszélünk, ez egy naptípusú csillag, szóval ennek a B-vel jelölt komponense a bolygó maga, viszont gyönyörűen látszott a Majorsk-Velos radiális sebességgörbé, által felvett radiális sebességgörbén, és ez egyébként nem is volt szükség csúcs technológiára. Ez egy Franciaországban található, de 1,9 méteres átmérőjű teleszkóp, ilyeneket akár Közép-Európában is találhatunk. Talán az 51 Pegasi, az nem is igazából egy nagyon különleges, viszonylag fényes is. És maga, gyakorlatilag 2 ember volt szükséges hozzá. Ez egy olyan kutatás, ami hát nem történhetett volna meg évtizedekkel korábban, de az egésznek a milliója, az egésznek a mikéntje kicsit a régi klasszikus felfedezéseket idézte. Igen, ez egy tényleges felfedezés, annyira tényleges felfedezés, hogy igazából ugye nem ez az egyetlen módszer, itt például láthatunk ilyen tranzit módszer az, ami manapság a leginkább szalad, ez egy elég egyszerű dolog, a bolygó elhalad a csillaga előtt, és kitakar egy pici részt, ezáltal a csillag fénye egy picit elhalványodik. Ez a pici, ez tényleg nagyon picike, de például ilyeneket akár a szegedi csillagvizsgáló 40 centis távcsövével is ki lehetett mutatni a 2000-es évek elején. Én jó magam is egy-két ilyen mérést végeztem. És emellett persze az ember gondolkozik, és egyre trükkösebb dolgokra jön rá, és új módszereket, ezekben most szerintem nem is mennék bele, tükkös módszereket talál ki, mert néha napján, mondjuk infravörös távcsöveket használva, vagy nagyon közeli csillagoknál, akár a direkt fényképezésre is van lehetőség. Így lehet az, hogy nagyjából már olyan 4000 néhány száz exobolygót ismerünk biztosan. Igen, ezt mondjuk főleg a Kepler űrtávcsőnek köszönhetően szaladt meg, tényleg ezres nagyságrendben adott nekünk exobolygó jelölteket, amelyeket később pont a Majorsk-Velos által alkalmazott radiális sebességmérés módszerrel bizonyítottak. Szóval mondhatni azt, hogy szerencséje volt, ők egyébként, ha jól tévedek, akkor svájci származású kutatók, major legalábbis biztosan, szóval szerencséjük volt ott 95-ben, de egy olyan módszert alkalmaztak nagy következetességgel, amelyekről már évtizedekkel korábban megmondták, hogy már pedig ezzel fogják felfedezni az első exobolygókat. És csak a technikának kellett tökéletesednie, csak elhivatott kutatókra volt szükség, és lám, 90-es évek közepén működik, és működik azóta is. Dedikált távcsövei, űrtávcsöveink vannak rá, tehát ez szerintem abszolút indokolt és megérdemelt Nobel-díj. Az már másik kérdés, hogy pontosan az első közül kikapja, vagy hogy csak az elsőké az érdem, azon lehetne egy kicsit csámcsogni, de szerintem nem éri meg. Maga a felfedezés még biztosan kecsegtet újabb Nobel-díjjal valamikor a következő évtizedekben. Ezek az exobolygók. Mármint a tudomány terület kecsegtet. A tudomány terület, tehát hogy az exobolygók még szerintem hozni fognak Nobel-díjat a jövőben. Na de a legutolsó fizikai, csillagászat közvetítésű fizikai Nobel-díj, ez pedig még tavaly év folyamán történt, ez pedig megint csak vissza a kozmológiába, vissza az elképzelhetetlenbe. A fekete lyukak tanulmányozásáért, elméleti, illetve megfigyelés, obszervációs tanulmányozásáért jár. És akkor pillanatra azért csak gondoljunk bele azt, hogy ez azt jelenti, hogy 4 éven belül, tehát 17 és 20 között 3 csillagászati tematikájú Nobel-díjjal. Ezzel majd még térjünk vissza itt majd a jövő. Ezt a témát követően, igen, hát ez nagyon izgalmas téma, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Na de először beszélgessünk egy kicsit. Mondjuk először Penrose-ról, mert ő az, aki a díj felében részesül, másik felé pedig Genzer, illetve André Gass között osztották meg. Ugye Penrose ez volt ez, aki az elméleti oldalról támogatta meg a fekete lyukakat. Nagyon, hogy ténylegesen nem csak, hogy
szükséges a létük, de tulajdonképpen az univerzum létrejöttének egy elkerülhetetlen következménye, és egy kulcsfontosságú lépés egyébként magában a csillagfejlődésben és az univerzum jelenlegi képének kialakulásában is. Nyugodtan. Szóval csak annyit akartam mondani, hogy Penrose neve talán önmagában nem annyira közismert Magyarországon, az angol száz tudomány területen, vagy ismert terjesztési területen ez persze más tészta. Szóval, ha azt mondom, hogy Stephen Hawking, vagy az időrövid történet, akkor mindenkinek beugrik, hogy igen, ő a fura, szemveges fickó a tolószékben, aki a modern tudománynak kvázi az arca lett. Na most mondhatni azt, hogy ennek a Hawkingnak Penrose, ha nem is a legnagyobb cimborája volt, de legalábbis az első számú munkatársa évtizedeken keresztül. Mire Hawking oda került Penrose katedrájának közelébe, Penrose addigra már lerakta az alapjait annak az elméleti számításnak, miszerint fekete lyuknak léteznie kell, és Hawkinggal együtt fejlesztette tovább, illetve fejezte be ezt az elméleti kutatást. Más kérdés, hogy Penrose, ha bár folyamatosan folytatta a számításai ezen a területen, ő valahogy nem lett annyira közismert, vagy nem lett annyira a tudomány arca, mint... Ez lehet egy választás kérdése is volt. Ennek lehet, hogy majd... Egyébként rengeteg jó sztori van. Például a fogadásaik Hawkinggal, amikor UFO magazin előfizetésbe fogadtak. De valami nagyon bagatell kérdés, vagy nagyon bagatell tétben fogadtak, vagy nagyon komoly tudományos kérdésben. Szóval gyakorlatilag ez az ő közös munkásságoknak a gyümölcse, viszont megint csak posztumusz Nobel-díjat nem osztanak, úgyhogy 2020-ban Stephen Hawking már sajnálatos módon nem részesülhetett ebben a kitüntetésben. Viszont helyette lehetőség nyílt, hogy két kvázi rivális kutatócsoport ugyanazért az eredményért részesüljön Nobel-díjban. Ugye ők voltak Reinhard Genzel és Andrea Ghez. A kutatócsoportok vezetője. Egészen pontosan. Ugye ők voltak, akik a galaxisunknak, a tejútnak a közepén megtalálták azt a bizonyos szupermasszív kompakt objektumot, amiről ma már tudjuk nagyon jól, hogy egy 4 millió naptömegű, nagyjából 3-4 millió naptömegű fekete lyukról kell, hogy ott szó legyen. Egészen például az ő kutatásai miatt tudjuk egészen pontosan, hogy 4 millió naptömeg. Pontosan, hiszen aki figyelte például az előző adásunkat, abban volt is egy nagyon jó kis animáció arról, hogy ezt hogyan is tették. A körülötte, a fekete lyuk körül keringő, nagyon közeli csillagoknak a pályájából, itt a következő ábrán látszik is, ezekből a pályákból lehetett kiszámolni azt, hogy ténylegesen milyen nem látható, de mégis gravitációs hatással rendelkező égi test befolyásolja őket, és meg lehetett határozni ennek a bizonyos égi testek, nem látható égi testnek a tömegét, ami bizony elég nagynak adódott. Tehát ugye itt a művelt angol mondaná a long story short, itt úgy azt kell elképzelni, hogy ugye a feketéjüket nem látjuk, de a hatása az jelentős, a csillagokat láthatjuk körülötte keringeni, abból lehet kikövetkeztetni, és hogy mi van ott középen. Na viszont ezek a csillagok nem úgy világítanak, mint esténként, amikor kimegyünk és fölnézünk a tiszta égboltra, ezek ugyanis óriási mennyiség gáz és por mögött rejtőzködnek el, másrészt pedig olyan felbontás és precíziót kell elérni a kimutatásukhoz, amire a 90-es évek első felében még lehetőség sem nyílt. Genzel és Ghez kutatócsoportja azért volt úttörő, mert például ők jártak az élen abban, hogy kifejlesszék ezeket a megfigyelési technikákat, és alkalmazzák az óriás teleszkópokon. Ghez ugye ő a kaliforniai egyetemnek a munkatársa, és ő a Hawaii-on található Keck óriás teleszkópot használta erre a célra, illetve a munkatársaival egyetemben. Genzel, ő pedig a német Max Planck Institut munkatársa volt évtizedeken keresztül, és ő például szintén Chilében található VLT teleszkóp távcső együttes alkalmazta erre a célra, hogy éveken, sőt most már évtizedeken keresztül regisztrálják, hogy melyik csillag milyen úton utat jár be a nagy semmi körül. Nagyon szép hosszú animációkat lehet látni arról, ahogy a csillagok egyszer csak megfordulnak hirtelen egy valami ahogy nem itt látható. Is, ezek a világos kép, türkisz kép vonalak mutatják, ezek a csillagok pályáit szimbolizálják, és ezek valahogy csoportosulnak egy kupacban, egy pont körül veszik be a kanyart. Így ez van. Azon szupermasszív, vagy szuper nagy tömegű fekete lyuk,
András is beszélt, 4 millió naptömeggel. Vannak ennél még jóval nagyobbak is, mint például az előző ábrán lévő fotón, az, ha jól emlékszem, az M87 jelzésű galaxisnak, nem? Vissza. Itt ez a gyönyörű, szép árnyékfotó, itt nem magát a kozmikus fánk. A kozmikus fánk, amit általában Homer Simpson mellé szoktam pakolni. Ez 19 tavaszán járta be a világsajtót, hogy ez kérem szépen az első fotó, az első felvétel egy fekete lyukról. Egy fekete lyuk környezetében. Igen, pontosan. Valahogy a fánk közepén ott van a fekete lyuk, nem a teljes sötétség maga a fekete lyuk, de valahol ott van középen. És igazából ennek egy ilyen árnyék képét tudták lefotózni az M87 galaxis közepén. És ugye a tejútrendszer közepén lévő fekete lyukra is pályáznak, itt a jobb fölül látható kép mutatja be azt a bizonyos teleszkóp rendszert, és akkor itt megint csak visszatérünk egy korábbi Nobel-díjhoz. Ezt szeretjük, amikor összeérnek a szálak. Igazi trónharca jellegű összeérő szálak. Ténylegesen ugyanazt az apertúra szintézis technikát használják ma is a távcsöveknél. Tulajdonképpen az egész Föld felszínén mindenféle helyeken elszórt rádió távcsöveket összekapcsolva egy tulajdonképpen akkora méretű rádió távcsövet kaphatunk, mint ezeknek így a bázis vonala, tehát ténylegesen így a legnagyobb távolság így köztük. És ennek megfelelően ugye egy olyan felbontást érhetünk el, ami lehetővé tesz ennyire precíz, nagyon picike területeknek a felbontását. Azért nem a tejútrendszer közepi fekete lyukra esett az első választás, mert ott ugye a rengeteg por és gázanyag az egy plusz nehezítő tényező alkot. És hát ezért úgy voltak vele, hogy inkább próbáljunk meg egy sokkal egyenesebb és kevésbé árnyékolt. Nem irányba. Hinném egyébként, hogy a por és gáz okozza a problémát, mert por és gáz az M87 centrumában is van. Ennek egyébként utána kell néznünk. Mert egyszer egy előadásomra felkészülve olvastam, hogy ennek egészen konkrét oka volt, hogy miért, de nem azért, mert sokkal nehezebb lett volna. Hát ezzel, megakadtam. De mémek is születtek belőle. Méme, igen. És hát most már lassan 2 éve, vagy hát igen, 2 éve született az első bejelentés, ugye M87 fotójával, mert lassan 2 éve várunk arra, hogy most már lassan a tejút centruma is felvételre kerül. A mérések megvannak, ezeket szuper számítógéppel kell összeegyeztetni, összefésülni gyakorlatilag. Persze vigyázzunk vele, mert itt azért hozzátartoznak ilyen apró trükkök, meg praktikák, hogy mondjuk, ha megnézzük a térképet, igen, ott az alsó pöttyöcske, az Antarktiszon van. És ugye ne adj Isten, az Antarktiszról nem jut vissza időben a ténylegesen fizikai meghajtó. Akkor az fél évet vár, mert a antarktiszi télen ott nincs tanszol. Pont egy ilyen késlekedés okozott néhány hónapos csúszást az első aztán, aztán pedig a Covid miatti leállás is. Annak is volt benne szerepe a következőekben. És látjuk egyébként, hogy megint csak itt nagy kollaborációról van szó. Itt is több tucat kutatónak az együttes munkáját dicséri ez a felvétel elkészülte. Nos, én úgy látom, hogy végére értünk majd 100 éves kalandozásunknak. Itt, ami még szeretnék boncolgatni az a következő percekben, az már csak egy ilyen kevesebb konkrétumot tartalmazó, inkább több ötletet is tartalmazó beszélgetés rész a jövővel kapcsolatban, illetve a közeljövőben kapcsolatban, de pontosan ez az a része, hogyha van kérdésetek, akkor örömmel bármikor félbeszakíthatok bennünket. Például most. Most, oké, halljuk is. Itt a kérdés. Pont ide tartozik. Szerintetek, ha kapna az EHT Nobelt, akkor hány év múlva ítélhetik oda? Mire várhatnak ennek odaítélésére? Oké, ez tényleg teljesen idevág. Ezt szerintem az utolsó alkalommal is fölvetődött. Igen, valaki föltette a kérdést, és én már akkor is kifejtettem, hogy ha tippelnem kell, hogy mi lesz a következő csillagászati vonatkozású Nobel-díj, az ez lesz, az EHT. Mert gyakorlatilag ez már félig kész. Sőt, több mint félig kész. Látszik, hogy működik, megvan az eredmény. Van beígérve, hogy legalább még a tejútrendszert az biztosan lefotózzák ugyanezzel a csapattal, ugyanezzel a technikával, utána lehet tovább finomítani ennek az egésznek a működését. Tudományos eredmények is már származtak belőle, de itt ami a legfontosabb, amit a leginkább alá kell húzni, az a technikai áttörés. Hogy itt
gyakorlatilag a nagyítást, az úgynevezett szögfelbontást kellett javítani éveken, évtizedeken keresztül. És ez csak úgy lehetett, hogy összehangolják a világ különböző pontjain lévő obszervatóriumoknak az együttes mérését. Ilyenekre ugye van például a rádiótartományom már évek óta, de ez rövidebb hullámhosszokon, milliméteres hullámhosszokon sokkal, de sokkal nehezebb volt, mert sokkal precízebben kell ezt elvégezni. Na és hogy ez sikerült, ez egy olyan technikai áttörés, ami szerintem, én azt mondom, hogy 5-6 éven belül Nobel-díjat fog eredményezni. Ez csak az én véleményem, de én nem látok benne egy teljes Nobel-díjat, egy tényleg egy hatalmas és egy nagyon nagyra értékelendő tudományos eredmény, de valahogy egy kicsit én nem annyi potenciált érzek benne, mint... Oké, mi a fenntartásod bele szemben? Hát egyrészt maga az, hogy tény, hogy egy újszerű, pontosabban egy technológiai fejlesztést hajtottak végre, meg az is tény, hogy új képet kaptunk, szó szerint új képet kaptunk egy fizikai objektumról, ami ráadásul egyébként az ténylegesen egy csodálatos dolog, hogy a szimulációkkal annyira egyezik. Láttam a szimulációt meg a tényleges felvételt egymás mellett, és így hát ez majdnem teljesen ugyanaz. Igen. Kicsit homályosabb a fánk, de tökre ugyanaz. Bocsánat, igen. Közben itt egyébként érkezett egy felvetés, amután egy kérdés is, hogy ugye nem részleteztük, hogy mi is az az EHT, ez az Event Horizon Telescope-nak a rövidítése, köszönjük. Kérdést. Ildikó, ez gyakorlatilag fedi azt a távcső együttest, illetve a távcső együttes közös munkáját, ezt a projektet, aminek az eredménye volt M87-ről. Központi fekete lyukáról készült felvétel. Így van, ezt magyarra eseményhorizont teleszkópnak lehetne nevezni, ami nagyon szemléletes, hiszen ténylegesen ugye fekete lyukak környékét, az eseményhorizontját szeretnék ez a távcső együttessel, együttműködéssel képet alkotni róla leginkább. Igen. Jött egy közben egy másik kérdés is. Huszár Csaba azt kérdezte, hogyha olyan szemérmetlenül gazdagok volnátok, mint Bezos vagy Musk, honnan tudod, hogy nem vagyunk olyan gazdagok? Akkor mibe fektetnétek azt a sok pénzt, hogy elősegíthessétek a csillagászatot, mint tudományt? Tudod, akkor nem akadozna az internet. Igen, gyorsabb internetben. De komolyra fordítva a szót. Eljátszva a gondolattal, hol játszanál emberbarátot, filantrópot tudomány területén? Hát, már nagyon régóta érik egy közel 2 méteres átmérőjű távcső piszkéstetőre, de az olyan nagyon, nagyon itthoni és nagyon... Piszkéstető az a mátrai megfigyelő állomás, a legnagyobb observatórium Magyarországon. Azt lehetne mondani, hogy magyarországi tudományos csillagászati megfigyeléseknek a szívcsakrája, az ott összpontosul. De ugye ez ugye itthoni és ilyenek már vannak, de nyilván ugye filantrópiáról volt szó, és akkor nyilván a saját hazánkat nem hanyagolnánk el. Azért nem építenék ide nagyobbat ennél a 2 méteresnél, mert Magyarországnak a földrajzi adottságai nem annyira jók, hogy... De valószínűleg azt kéne csinálni, meg kéne venni magunknak egy kisebb államot, szigetet, valamit, egy Hawaii kis vulkáncsúcsot, ami éppen most nőtt ki a víz alól, és ugye annak a tetejére... Építhetsz egy Hawaii vulkáncsúcsot gyakorlatilag. Vagyok benne biztos, nem, hogy annyi pénz elég rá. De igen, tehát hogy valószínűleg valamilyen nagy műszerfejlesztési dologba tenném bele. Ennél konkrétabban nem gondolkoztam el, mert... Vagy egy magyar űrtávcső esetleg. Akkor hogy nem mondjam ugyanazt, mint András, én talán arra, hogy annak a támogatására fordítanék nagyobb összegeket, hogy tényleg a legnagyobb koponyák is bátran válasszák csillagászatot, mint alapkutatást. És ez egyébként nem csak a csillagászatnak a rákfenéje, hanem nyilván hasonló problémákkal küzd akár fizikai kutatások, akár biológia, de a lényeg, hogy ahol nem lehet piacot találni, erre mondja a csillagász, hogy amitől nem lesz olcsóbb a kenyér, egy klasszikust idézek, abban egész egyszerűen nem investálnak a cégek, és ezekre a kutatások kvázi magukra, illetve állami szervekre hagyatkozhatnak. Jobb esetben mondjuk államközi szervekre, mint például az Európai Déli Obszervatórium is. És habár mondjuk nyugati államokban, vagy Amerikában elég tisztességesen meg lehet élni
csillagászati kutatásokból, de egyszerűen nem. Én is azt látom, külföldi kollégáknál is van csomószor olyan példa, hogy egyszerűen egy idő után ott hagyják a pályát, mert sokkal jobban kereshetnek, sokkal kiszámíthatóbb körülmények között dolgozhatnak, például nagy multinacionális cégeknél. És hogyha ezt valahogyan sikerülne megfordítani, akkor akár mondjuk intézmények felújításával hazánkban is, külföldön is, akár versenyképesebb fizetésekkel, vagy jobb megfigyelő eszközökkel, akkor szerintem az dobna igazából nagyot a csillagászaton. Igazából egy ilyen barnaféle emlék díjjal, emlék ösztöndíjjal. Ösztöndíjjal, amivel rögtön magamat díjazál első körben. Bár, hogyha gazdag lennék, akkor nem lenne rá szüksége. Akkor adnék neked. Ja igen, közben érkezett másik kérdés Németh Csabától. Mennyire tartjátok elérhetőnek azt, hogy valaki csillagász lehessen? Összevetve az elmúlt évszázad csillagászainak volt több esélye Nobel-díjat érő felfedezésre, vagy manapság előnyen indulnak a csillagászok? Hát akkor ez két kérdés rögtön. Amennyire tartjuk elérhetőnek a csillagász szakmát? Szerintem abszolút az, egyszerűen csak magának a tudománynak a jelenlegi állását megérteni ahhoz ténylegesen az az 5-8 évnyi bele kell fektetni tanulás, az időt is, tehát az nem spórolható meg, de alapvetően mindenki számára nyitva áll. Például nemrég volt a Szegedi Tudományi Egyetemen a fizika alapszakon egy nyugdíjas úriember, aki végül azt hiszem meg is csinálta. El is végezte? Én úgy emlékszem. Arra emlékszem, hogy belekezdett. Reméljük hogy célt ért majd hamarosan. Szerintem még nem fejezte be a szakot, de ami itt az aláhúzandó üzenet, hogy igen, országban két helyen van csillagászképzés, és mindenütt tárt karokkal várják a diákokat. Tehát nem nehéz bekerülni. Ugye például Szegeden fizika alapszakkal indul a történet, és azután lehet csillagászati tárgyakra specializálódni, csillagász MSC-t csinálni. És évről évre választják ezt a pályát. Pont továbbtanulás előtt egy nagyon fontos reklám. Akkor ez a reklám helye. A következő cikk a csillagvizsgálóblogon pont erről szól, hogy legyetek ti is csillagász hallgatók. És hogy miért éri meg. És lehetőleg Szegeden. Kérlek. Barnával szóval, például találkozhattok, hogyha Szegeden fogtok tanulni. Én meg bemutatom nektek Andrist. Szóval, hogy a kérdés első fel az, hogy valaki csillagász lehessen, megvan abszolút mindenkinek az esélye arra, és nem azt mondom, hogy könnyű elvégezni a szakot, de egyáltalán nem megugorhatatlanak a követelmények. A második része a kérdésnek, hogy az elmúlt évszázad csillagászainak, vagy a mostaninak van több esélye Nobel-díjra, én abszolút azt mondanám, hogy a mostaninak, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire kevésbé jó, erre nem válaszolom. Tök jó, mert akkor vitatkozhatunk ezen. De egyértelműen látszik egy olyan eltolódás a Nobel-díjak kapcsán is, hogy valamennyire azért a popkultúrára reflektálnia kell, még ha nem is határozottan és közvetlen módon, de tény, hogy mondjuk a csillagászat mindig is megdobogtatta az emberek szívét, és mindig is volt benne egyfajta olyan vonzerő, olyan báj, olyan romantika, ami mondjuk egy részecske fizikában nem mindig van, mert most a részecske fizikusok nagyon utálni fognak. Viszont az, hogy ennek ténylegesen értéke legyen, és ez valamilyen szempontból egy Nobel-díj osztásnál latba kerüljön, ez szerintem legfeljebb a 21. századra érvényes állítás. Nem ismerném azt állítani, hogy ez 100%-ig így belejátszik a dologba, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy azért van benne egy ilyen faktor is, hogy a csillagászati Nobel-díjak elkezdenek sokasodni, hogy talán ez egy könnyebben átadható a nagy érdemű közérdekűnek, könnyebben elmagyarázható újdonság. Az, hogy valahol az univerzum távoli végén találtunk olyan égitesteket, mint a mi Földünk, ez egy egyszerű üzenet. Hogy a fekete lyuk van, mert az egy olyan egzotikus valami, ez egy egyszerű üzenet. Én vitatkoznék azzal a részével az állításodnak, hogy a Nobel-díjra a modern csillagászatnak jobb esélye van, mert szerintem pont Major Squarrows esete volt az utolsó, amikor kis csoportos csillagászkutatás elérhet ilyen úttörő felfedezést. Elfogynak egyszerűen azok a felfedezési lehetőségek, ahol valaki mondjuk egy teleszkóppal kimér valamit, szerencséje van,
jól következtetés dolgokra, tanár elmagyarázatot, és ez valami úttörő dolgot hoz a tudományban. Ez manapság már több ezres létszámú kutatócsoportoknak a több évtizedes munkájának az eredménye. És hogyha valaki eljut ennek a csúcsára, akkor persze reális esélye lehet Nobel-díjra, de szerintem ez például a szerencse, az kikopott ebből, hogy valaki jókor van, nagyon helyen. Viszont azt nagyon fontos leszögezni, hogy senki sem azért megy csillagásznak, mert hogy az álma az, hogy majd Nobel-díjat szerezze. Vagy legalábbis, hogyha van is ilyen álma, ez legfeljebb a harmadév végére ez kikopik az emberből. Igen, meg mélyen titkolja, mert egyébként meg nem ez a célja az embernek. Egyszerűen hogy annyira nehéz. Már önmagában az is, hogy jó színvonalú kutatást tegyen le az ember az asztalra éveken keresztül. Ráadásul az, hogy ez valahogyan élvonalbeli eredmény is legyen, erre föl is figyeljen a szakma, szerencséje is legyen. Ez a véletlenek szerencsés összjátéka, évtizedes kemény munka, és akár mondjuk a közvéleménynek az olyan állása is szükséges, mint például, hogy az exobolygókat mindenki szereti. Ideje volt már az exobolygónak, mondjuk exobolygó kutatásnak Nobel-díjat adni. Szóval ilyen apróságok is szerepet játszanak. Szerintem, legalábbis. Abszolút egyetértek. Nos, én úgy látom, hogy lassan kifutunk az időből, és ahogy ránézek a chat falra, én nem látok újabb kérdést. Mindenkinek köszönjük, hogy velünk voltak abban az 1 és 3/4 órában, és akkor nekünk már nincsen más feladatunk, vagy közlendők, csak hogy az, hogy még fölhívjuk a figyelmeteket, hogy amennyiben tetszett ez az adás is, lesz még ilyen a terveink szerint legközelebb február utolsó péntekén, amikor is jó apropót ad, és témát ad majd a Csillagász Podcastnek, hogy a marszondák landolási periódus, a 3 marszonda is annak környékének, időpont környékén fog majd leszállni a vörös bolygóra, úgyhogy ezeknek az eredményeiről, terveiről fogunk majd beszélgetni. Hamarosan csinálunk rá majd egy Facebook eseményt is, illetve ennek az adásnak is a kicsit vágott verzióját megtalálhatjátok majd a Csillagász YouTube csatornáján előbb-utóbb. Köszönjük a figyelmeteket, olvassátok a csillagvizsgáló blogot, és találkozunk majd februárban is. Köszönjük szépen! Jó éjszakát! Sziasztok!